Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Anna, új, de itt vagy? Jó. Kipienten? Frissen, fiatalosan? Hello Feri, hello Jani. Hello, jó reggelt. Háromnapos Szabi, Tiszató, mi? Nem mentetek? Na, tessék. Nézd meg, beígérje a Tiszatónak, hogy ott lesz büntet. Dunató? Gyula. Ja, Gyula. Gyulán voltatok? De szép hely az te. Megnéztétek a várat. Hú, én oda jártunk strandolni anyámmal. Végem. Oh, jó kis gyulai strand. Jó kis gyulai vár. Az ország egyik legjobban karbantartott vára belül, és gyönyörű szép az egész. Olyan kiállító terek vannak benne, hogy ihajcsol, és van a városban egy olyan cukrászda, ilyen. Igen, voltunk, ott voltunk, gondoltam ott is rád, meg a kínzókamrába is képzeld el. De rendes majd. És le is fotóztam a Janinak olyan, hát ő ismeri ezeket a kis eszközöket. És a pultos lányok. Nem a kínzókamrában. Hát szóval, ti is jól vagytok, meg vagytok? Mindenki. Jól van, hiányoztatok? Ezt nem hiszük el, de aranyos vagy. Mondanám, hogy ez igaz, de hát... De tényleg, ezt mi se hazudjuk, meg te se hazudj meg. Milyen elegáns vagy, Balázs. Na, névnapom van. Isten értesen sokáig. Isten értesen sokáig. És mindig kinyalod magad a névnapodra? Mindig a névnapom, igen. Mindig öltetsz. De ilyenkor mindig rettenetesen fáj a derekom után. Atya úristen. Nagyon jó, zen, szép vagy. Csinosak vagy. Igen, hoztam konyakot, mindjárt kocintunk. Konyakot? Jó, mint egy konyakot hoztam. Konyakot. Jó, egy jó konyakot. Tudod, hogy én Sherry Brandizek a névnapjaidon. Meg bombom megyet. Konyakot. Egy kocs konyak. Hát névnap van, hát ígyunk már egy kis konyakot. Igen. Hát egy falatkát, hát most az belefér. Na, mindegy, jó van, szóval pihenté, kipihent vagy, jó van. Igen, itt vagyok, számolhattok velem. Jó, jó van. Mi újság? Na, picit csalódott vagyok, hogy nem Ubertuszt hoztál meg. De nem, ha megnézem, még talán egy kis tojáslikőröm is van. És akkor... De házi? Micsoda? Hát mi, a legjobb anyám csinálja. Igazi tojáslikőr. De a konyak az fix. Igen, volt egy kedves családtag, akinek én nagyon rájártam, nagyon, nagyon szerettem a tojáslikőrjét, így mindig vártam ezeket a családi összejöveteleket, mert ő annyira nem volt jó fej egyébként, de most már utólag bevallatom, de a tojáslikőr az zseniális volt. És ennek a májleget ittam belőle ahhoz, hogy még csak-csak haza tudjak menni, akár gyalog is, akkor általában elköszöntünk, de hogy a tojáslikőr, azért mindig hálás leszek neki. Semmi más, de azért igen. Egyébként ez még egy iható dolog volt gyerekfejében. Hát egy kis édes, semmi igen. Se, ja. Jó, az, ha nem romlott a tojás. Igen, ha nem vagy szalmonellás, igen. Vagy ha nem volt az. Mit ír? Melyik? A heti. Hát, nekem még nem volt annyira időm most átlapozni a bulvárt. Most jöttetek? Na, most estembe. Egy kicsit így küzdelmesek a reggeleim valamiért. Nem is értem, hogy miért. Nem, figyelj, nem tudok. Egyszerűen ma reggel például a kedves nejem ébresztett megint, tehát hogy így lenyomom az órát, és alszom tovább. Tehát, hogy így én nem tudom. Te távolabb. Mert hogyha ki kell kelni az ágyból, ezt komolyan mondom, akkor már nem mászol vissza. Mondjuk az is igaz. Igen, mert a fejem mellett van, rögtön lenyomom, és alszok tovább. Igen, mert ha ott van mellette, csak lenyomod, és kész vége. Ez már a téli álom. Kicsit arrébb tesz, hát miért a tegnapi nap milyen volt ezzel a szakadó esővel. Na, tényleg azt érzem, hogy lefekszek, és azért nem akarok felkelni, hogy már közelebb legyen a karácsony. Az ajándék. Még mennyit kell aludni, anya? Hogy már kapd az ajándékokat? Igen, hogy minél kapjam az ajándékokat. De hát azért nátok nincs olyan nagyon nagy ajándék hullám. Vagy te karácsonykor van az egy nagy. Hát vagy magának vesz egy csomó mindent. Persze. Azt sosem mondta. Arról beszéltünk mindig, hogy más felé ugye viszonylag visszafogottan a János. Igen. Tehát okosban nem költjük a karácsonykor pénzt. Karácsonykor semmit nem kapok, de egészében elhalmozom magamat. Na, tessék, újabb szép kép. Úgyhogy, de nem szerintem ott a pihenés lesz az igazi ajándék. Vagy egy kicsit tényleg úgy együtt lenni, és akkor mindent így hogy kizárni. Alhatsz végre. És akkor igen, hogy egy kicsit lehet akkor szundikálgatni is meg. Picit előre siettél azért így októberben ezzel, nem? Vagy de neved minden, már nem el tőlem, légy a reményt. Tehát most már december 16 lenne, és erről beszélünk, aztán hát oké, jó, hát persze, na hát most már végig is van egy hét is itt a karácsony, de egy október közepén azért ez csak egy ilyen kis derengő, kis gyertyafény, a sötétség van az őskáoszban, kérlek, ne fújd el. Én megyek a fény felé. Majd csak egyszer vége szakad. Alig két hónap, és itt van az. Hát hadd higgyen már szegény valaki. Pont annyi egyébként. Jó, most a névnapod egy picit fényt hozott a
a sötétségben, de hát a következő... Ahogy vége a megszólásnak, hozom a konyakot. Na, de miért nem most? Tessék? Miért nem megszólalás? Nem akarok úgy kimenni, de... De konyakot osztál, vagy brandit? Igazi konyak. Igazi konyak. Mondom, gyengébbeknek tojástikör, de abszolút. Tehát, hogy kocintunk. Én mindig kiöltözök a névnapomon, hát most mit csináljak? Hát... Én nem tudtam soha, hogy néha tényleg, hogy nincs semmiféle díjátadó, nincsen semmi exkluzív bejelentés, és mégis így ki volt öltözve, de akkor ezek szerint az évek során ez mindig a névnapodnak szól. Ez mindig az most, volt, amikor ünnepeltem. De Otto van, vagy Balázs? Balázs. Balázs nap van ma? Igen. Te tudtad? Nem kell ezt tudnotok. Hát mondom, nem, én sem tudom a tiéteket, nem is érdekel. De nektek se kell tudni, nektek se kell. Ez nem azt hiszem, mert ezt nem jegyzi meg. Az Oti az nem most van. Na, vagy de őszintén. De akkor is kiöltözve, vagy csak a Balázsra? Nem, az Ottóra nem. Ottóra a Balázsra. Na, ítélethirdetés? Ja, megint nyerek. Meg kell menni a bíróság? Megint nyerek egy polgári peres eljárás valamelyik bulvárlap ellen. Nem, tényleg. Hát most, de most ez még jó, baj, de hát... nincs vele semmi, megértjük. Legalább te örülj magadnak, ugye? Én ilyenkor, tessék tisztességesen felöltözni, fogadni a gratulációt, mindenkivel kocintani, inni egy Cherry Brandit. Hát most ez... Nehéz elképzelni, hogy nem volt tiszta pulcsit, tehát akkor tényleg csak... nincs itt semmi, na mindegy, akkor ezt az akut fölkapom. De biztos, hogy nem így történt. Igen, nézd már, anyjuk, ha nincsen pulcsi, hát akkor vedd föl azt az akkordot. Igen, Isten éltessen sokáig, Balázs. Látod, így a macika? A pizsoma fölsőt le se vedd. Na most kiderült, hogy mit lopnak a katalizátorokból végül? Hát mindent kaptunk. Latinát, aranyat. Aranyat, és egyébként gyakorlatilag porcelánt, minden van benne. Igen, és a bölcsekköve is abban. Minden van benne. Minden van benne. Ezt a platinát írták a legtöbben. Amelyet átfésülgettem. A kevésbé ismert féldrágakövek és ásványok és mindenféle hogyják urán 238-as izotóp mellett a platina volt a legtöbb. Tehát valószínűleg azért vágják ki a katalizátor. Én azt nem tudom, hogy mondják ki belőle a platinát. Tehát, hogy hát lehet, hogy platina lemezkék vannak. Különálló platina lemezkék. Meg hogy ezt honnan tudják, hogy ez a platina? Tehát, hogy mindenki ilyen kémiai vonalon, mindenki ennyire túlképzett az ország, majd tudja, hogy melyik a platina. Kis piros nyillal oda van írva a doboz, de platina. Nem tudom. Figyelj, én azt, hogyha esetleg valakinek találunk a lábszárába valamilyen fémet, akkor egy korábbi csontkörésből kifolyólag, akkor én azt nagy valószínűséggel platinának vagy orvosi fémnek gondolnám. Ez a kettő. De ahhoz fel kéne nyitnom egy lábszárat. Tehát, hogy most egy katalizátorom, amelyik a fém, azt én azért nem tudnám beazonosítani. Hát te nem, de ők viszont igen. Te láttatok már platinát? Én megizzadnék azzal, ha most azt mondtad, hogy gyere át hozzánk, és szedd ki az én kocsimból a katalizátort. Ugye tegnap ez volt a téma, hogy valakinek kilopták az autójából a katalizátort. Találgattuk, hogy miért, aztán kiderült, hogy azért, mert hogy van benne valami, ami értékes. De most azért így aztán mondja, gyere szedd ki, vagy a tiédből, azért, hogy keresnéd egy ideig, nem? Elbarcsolgatnánk az aljét. Állnánk ott a felnyitott motorháztető felett, azért az úgy, hogy nézegetnénk egy ideig. Nem, Jani, ez a fékolajcső, vidd vissza, nem, ez sem az, nem, ez egy féltegely, nem, ez egy gömbcsuklós csatlak, nem. Ezt én rohadtul nem tudom, hogy mi az a katalizátor, illetve hogy sejtem, de hogy egyébként nem ismerném. Ráadásul a kipufogócső benn van, tehát hogy abban van belecsatlakoztatva a dolog. A legjobb a Swarovski kristály volt, amit írtak, igen. Hogy az van benne. Én egyébként tegnap voltam a szívkórházban, anyukámat vittem vissza ilyen kontrollra, és pont azon gondolkoztam, hogyha kilopnék így egy kilónyi platinát, hogy azt én beviszem mondjuk oda az én doktorbácsimhoz, illetve anyám doktorbácsiához, aki az alaksorban azt megolvasztja, megvan a kép? Mert ugye azt írták sokan, hogy kilopják belőle a platinát, orvosi platina lesz belőle, és csinálnak belőle például, mint egy csípőprotézis. Tehát megvan a kép, ahogy a Godzégen Györgyi Szívkórház alaksorában, egy kis műhelyben, mondjuk Földesi Csaba doktor úr, ezeket ott kijönni, hát igen. Érted? Persze, hát ez olyan, hogy ennyibe kerül, de ha hozod, akkor olcsóbb a műtét. Aha. Tehát hogy lehet hozni sajátot. És ki csinálja meg? Tehát, hogy ki csinálja meg, ugye? Hát biztos minden kórháznak van ott alul egy ilyen platina olvasztó. Vagy nyomó kemencéje. Egyre jobban érdekel a dolog, úgyhogy fölmentem ebben a pillanatban egy honlapra. Azt mondja, hogy 2009. januári és 2013. januárja között, nyilván most itt van egy kis elmaradás az információban, de 170%-ot ment föl a platinának az ára, és azt mondja, hogy több mint másfél dollárt ér. Egy mennyi? Egy gram. Egy gram másfél dollár. Tehát, hogy azért
Hát nem tudom. Az nem rossz, egy gram. Nem olyan rossz, nem és olyan egy rossz. Egy katalizátorban mennyi van, egy kiló? Nem, 2,5-3 kiló között van. 2,5-3 kiló platina van egy katalizátorban? Vagy hogy nem, eleve már a Tokja sem műanyag, hanem platinából készítik, hogy a biztonságért. De hogy tényleg, tehát, hogy, és egyébként, hogy beviszed az aciba? És akkor így, akkor nem furcsa. Hát itt van egy csokóba, érted, belerakod egy ilyen izébe, egy ilyen kis nájlomba, megcsomozod a tetejét, hogy nehogy hát szemeszélye hújjon a platina, és akkor leteszed az asztalra, és azt mondják, hogy akkor ennyit adunk ki érte. Hát akkor már hajlítani kell belőle valami, egy talán fülönfüggőt, meg melboglárt, meg medált, meg nem tudom mit, hogy el kell adni azt valami ékszernek, mert egyébként hogy veszik be? Hát tört arany, van ilyen tört platina. Ja, tört platina. A darabokba viszed be, úgy beveszik. Egyébként tényleg. Hát tudod, tört arany felvásárlás, mint 3400 per gramja, most itt tört platinát veszed. És lesz majd később ilyen, hogy mit tudom én, hogy tört palládium felvásárlás, és hogyha esetleg az fog menni. Tört vörös higany, vagy nem tudom, miket teszte. Nem, csobogos higany. Igen. Csobogos higanynak hívják azt, amit vagy hívják, hogy kiöntesz ott nála. Nem tudom. Ez az egész egy ilyen nagyon fura. Azt néz egy hallgató, hogy egyszerűen átépítik másik autóba. Mutatták a tévében, hogy kell kivágni. Azért az is jó, megmutatják a tévében, hogy kell kivágni, nem? Az jó. Az jó. Igen. Hát, hogy ne tegyél nagyobb kárt az autóba, ne vagdosod már ott össze-vissza, alul, érted? Ja, hogy célirányosan hát tudjál persze, már menni. Ha már érted, hát te se örülnél neki, hogyha a pesét helyett először a májlat lopnák el, nem? Azért mégiscsak jobb, hogyha felkelsz reggel is fáj valahol, és mondjuk nem öt helyen fáj, hanem csak egy helyen, ott, ahol ténylegesen a vesét volt, nem kaszabolnak össze. Te ez a vese? Nem ez a vese. A másik ott. Akkor próbáljuk mondani. Ja, nem ez az. Tehát, hogy azért a precízió, szerintem egyébként ez is meg ott van fönt a neten valahol, hogy elkezdesz keresgélni. Mindent megtalálsz, a bombagyártást is megtalálod, minden. Na jó, van, mi a helyzet a játékunkkal? Hogy állunk? 2-1. 2-1 kinek? Nekünk. Nekünk. 2-1 nekünk? A Perfect 7 már nem jön össze. Tegnap egy nagyon jó játékossal játszottunk. Kemény volt. Játszott Feri. Mi volt tegnap, nem is emlékszem. Nagyon-nagyon ügyes játékos, kicsit nagyképű volt, aztán utána meg főleg, miután megnyerte, igen, akkor nagyon nagy parádézás volt, de utána már lehetett is, viszont tényleg szépen végigbeszélte, nem volt passzív. Belefutott egy nagy de az megállította, és gyorsan ment tovább, úgyhogy nagyon-nagyon ügyes volt. Akkor így 2-1. Így 2-1. Jó, hát ma van egy fontos játékunk, nem? Igen. Tehát ez most a mérleg nyelve, mert ha ez megvan, akkor tulajdonképpen megvagyunk. Ha nem, akkor picit bajba sodortuk magunkat. Hát, ha tudsz rá koncentrálni, mert azért ezeken a napokon sokkal érzékenyebb vagy sokkal inkább elérzékenyebb. Hát a névnapomon egy kicsit sok persze. Sok elmúlt névnapnak az emlék azért csak feltolul, nem? Valaki írta, hogy hoztam-e Éva Vermutot, az is van. Tehát, hogy több, nagyon örülnék neki. Egy csomó minden van, ilyenkor készülök, mert tudom, hogy piában nem jöttök annyira a korral, úgyhogy van. Csak van Brandy, valahol egy bondatlan kevert. Lánchíd konyak és Éva Vermut. Igen, vagy Sherry Brandy is van, meg egy kis tojáslikőröm. Tehát ezeket én mindig berakom ide a szekrényembe, és akkor minden évben egyszer kiveszem. Úgyhogy nem sokára gratulálok. Valamilyen dry cinzano eset. Igényesebbeknek van egy kis azt egy cinzano, de azt le kell hűtenem. Jézus bárja. De nem, az kivételesen nem rossz, az egy pezsgő, tehát igen, az finom. Igen. Az egy jó pezsgő. Az, amikor tudod, hogy gyerekkoromban egy csomószor erre fordult, hogy átmentünk valahol vendégségbe, és ugye a szekrénynek a teteje, vagy jó esetben bontatlan, de legtöbbször nálunk már bontott üres üvegekkel volt díszítve, ugye az ismerősöknél. És akkor végignéztél a királaton, és akkor vajon melyiket fogják, vagy vajon milyenből van még bontatlan üveggel, aztán csak az Éva Vermut került elő. Hát még jó Éva Vermut, hát az. Jaj, csak menjen alép kettővel a keze, mert az már iható. Hát bizony. És Éva Vermut. Fú, hogy mennyi ilyen keménység volt régen. Na mindegy. Jól van, köszönöm a 4 napi gratulációkat, nagyon kedvesek vagytok egyébként, tök jól esik. Nem szoktam nagyon ünnepelni, de így, hogy most ennyien gratulálnak, így azért ez meghat. Köszönöm. Így van. Kedvesek vagytok. És majd mindenképpen ugorjatok be egy Stamperli Hubertusra, jó? Az már túl jó, az már nincs. Hogy ilyen drága piákat nem hozok. Na jó van, Bakony Takacsi, ott van egy trafi. Ha így van, én tudod. A bakonyi japán kisebbség. Igen, oda költöztek át. Bakony Takacsiba. Ezt kenyeres küldte nekünk, hogy ott van egy trafi. Én elhiszem, gyerekek. Nincs a fejemben a sok 10 000 település, kisfalú, meg minden, úgyhogy ha Bakony Takacsi, akkor Bakony Takacsi. Hát ha lemaradt az ékezet, és az Bakony Takacsi, vagy bármi, akkor az magára vessen az, aki írta, ha nem tudja elküldeni a saját településének nevét. Jelen pillanatban az SMS-ben az Bakony Takacsi. Így van. Én Takácsra tenném esetleg, de szerintem Takacsinak sem. Szabad összekeverni semmiképpen bükvakari masszal. Nem lehet tényleg, hogy néhány japán itt kezdett új életet, nem tudom,
Fukushima után, vagy nem tudom. Egyébként sem lehet hova menni, menjünk a Bakonyba. Görög azóta az Bakony, Bakony Takacsi. Vagy menjünk Mátra Muszasiba. De látod, Kenyeres ezt írta. Bakony Takacsi. Balázs, abszolút el vagy tévedve, ma héti naplót ünneplünk. Nem? Hát te ünnepelsz te igen, napot. Igen. Az ország ma Balázs napot ünnepel, mert ma Balázs névnap van. Balázs Otto Hédi. Hazudik, aki mást mond. Na, az én névnapom. Ma már gyakorlatilag bármilyen keresztnevet lehet egyébként elfogadtatni. Hát, hogyha valaki nagyon szívós, és a nyakára jár a hivatalnak, meg a különböző bíróságon, simán el tud fogadtatni mindenféle fura neveket is. És neked meg, érted, gyakorlatilag szíved joga, hogy akár Hédi is lehessél. És akár egyébként szerintem felnőtt korban is lehet, nem? Egy harmadik keresztnevet választani. Ja, hogy plusz hozzát lenni? Pluszba, nem? Ha meg kell. Szerintem tehetsz, persze. Ha Hédi akarsz, akkor Hédi leszel. Ennyi. Érted? De nem, hát nézem meg mindenki, hogy Balázs névnap van, tehát semmi elmítás nincs. Na, ahogy írja egy hallgató, igazából ez ma tétmeccs, úgyhogy csak a kemény mag jelentkezzen. Jó? Ma tétmeccsünk van. Tehát ma tétmeccset játszunk, ugye Fekete Fehér Igennemben. Úgyhogy tessék jelentkezni. Azok jelentkezzenek, akik bírják a nyomást, és vállalva a hallgatói ösztűzáradatot el tudják viselni, ha esetleg nem nyernek. Így mert van. Akkor nem minket ünnepelnek, hanem ő gyűlölik, hogy elvesztette nekik a hetet, úgyhogy csak a legkeményebbek jelentkezzenek. Jó? Fél hét múlt pontosan egy perccel, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt mindenkinek. Azt mondja, hogy igen. Hát érdekes a dolog, mert hogy ma sorsdöntő játék van, tétmeccsünk van, ugye tulajdonképpen. És hát ha behúzzuk, akkor meg vagyunk. Ha nem, pótselejtező holnap, ugye? Hát igen. Úgyhogy már jó lenne nyerni. Megnézzük, hogy ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok. Hello. Hogy hívna? Eszti vagyok. Hello, Eszti. Jó reggelt, Eszti. Honnan hívsz? Jó reggelt nektek is. Szia. Hello, honnan hívsz minket? Budapestről. Budapest. Mennyi idős vagy? 11 éves. 11? Igen. Hó, nagy teher ez egy gyermeknek. Nagy teher. Ki tette rád ezt a terhet? Te magad akartál jelentkezni, vagy valaki? Te magad akartál 11 éves lenni? Te jelentkeztél, tehát nem a szülők nyomtak be. Andorra vagy Hollandia vajon a játék? Hát ez az, igen. Kivel szeretné játszani ezt? Ferivel. Mi? Hagyjatok már békén, ha már kétszer játszottam a hétben. Hajrá! Nem érdekel, én akkor is veled játszok. Jó, de kemény vagy. Jól van, szívem. Hát komolyan. Nagyon elszánt vagy. Nagyon elszánt. Mert egyszer legyőztelek téged, Balázs. Igen? Tíz másodperc alatt. Nem. Jó, ezt bárki mondhatja. Nem, ez igaz. Ezt én is tudom mondani, hogy 10 másodperc alatt lesz. Bárki állíthatja. Mikor volt ez? Kb. Egy éve. Persze, tíz évesen. Hát úgy volt, hogy mondtam, hogy te balkezes vagy, aztán ott nagyon megdöbbentél. És onnan már ment a javamra az egész. Biztos, hogy nem volt ilyen? De nem baj, tehát én megértem, hogy az ember mindent megtesz, hogy adásba kerüljön, meg kitalál ilyen történeteket, hogy mi volt egy éve, meg két éve, hát ki emlékszik már arra, nem? De majd most megnézzük, hogy milyen játékos vagy. Jó, Eszti? Jó. Oké? Okay? Igen. Mehetünk? Mehet. Na, Jani? 3, 2, 1, fejő. Kriszti, te írtad azt az SMS-t, hogy minden vágyom, hogy lealázom a triót? Azt más írta? Én szeretnék kérdezni. De a neved jól mondtam? De hogy Eszti a nevem. Eszti. Nagyon jó. De van gipszelve a lábad? Hát az füllentés volt. Múlt évben ezzel kerültem be. Te szoktál füllenteni? Szoktam. Szép dolog ez? Hát kicsikét. Volt már eltörve valamid egyébként, Eszti? Volt. Milyen színű gipszet használtak? Emlékszel? Húszínűt. Emlékszel? Húszínűt. Miért? Hús? Hó. Hószínű?
Milyen színű a hú? Nagyon világos. Megmondod? Szeretnék arra térni, amit én szeretnék tőled. Kérdezzél, gyorsan. Az, hogy szeretnék egy autogramot kapni tőled, mert Balázstól is Jenitől már van, tőled még nincs, és ez hiányzik a gyűjteményemből. De tudsz jönni érte? Sajna nincs rá időm. Szóval... Ilyen elfoglalt vagy, Eszti? Hát iskolás vagyok. Iskola, hanyadikos? Hatodikos. Ez órákig el tudunk játszani. Ezt igen, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk. Gratulálunk, ügyes vagy. Köszi! Ügyes vagy, jól játszottál tényleg. Eszti nagyon kemény volt. Kemény volt. Legyőzhetetlen, úgyhogy holnap ócsa lejtezőt kell játszani. Azt, ne haragudjatok emiatt rám. Jaj. De akkor az autogramra mit mondasz? Mert tudom, hogy csak a hármas ugrásba kaptok ilyen. Hát ezek után, Eszti, ne haragudj, nem. Ne haragudj, Eszti, ezek után, hogy kettő-kettő elintézzük valahogy, jó drágám? Jó. Köszi. Szia, Eszti, ciao, ügyes voltál. Sziasztok. Hello. Csillaghegy Abony útvonalon kiválóan járható minden. Robogok a kis örökbefogadott tigriseimhez. Puszi nektek, Kata. Na. Szóval akkor így kettő-kettő? Hát, így alakult. Ez nem túl jó hír. Hát nem tudtunk volna semmit kezdeni egyébként a kislányon, úgy érzem, mert ma Feri van egyértelműen a legjobb formában, mert én ugye beteg vagyok, te pedig indisponált, hiszen leöntötted bombon megy el az akkód. Ez Éva Vermut. Hát névnapozunk, ünneplünk, hát már kocintottunk. Hát ha névnap van, akkor nincs más. Semmi sem lehet fontosabb. Muszáj, hogy ígyatok ti is. Na jó van, 2-2, holnap döntőt játszunk. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra, 10 perce, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Köszönöm szépen a névnapi köszöntéket, nagyon drágák vagytok. Nem sokára tényleg kocintunk. Tök jó? Figyelmesek vagyunk. Igen, nagyon rendesek. De tényleg nagyon rendesek, és nagyon aranyosak, és nagyon kedvesek, és ez jól esik, bár nem ünneplem, de most kocintunk. Köszönöm. De szerintem ez tök jó. Remélem, hogy abból a múltkori vérnarancs likőrből is hoztál, amit te csinálsz. Minden van. Na, azt mondja, hogy közlekedjünk egy picit, jó, nézzük, mi a helyzet az utakon, merre megy Budapest, illetve mi a helyzet az országban. Az M3-as kivezető szakaszán két kocsi összekoccant, már most alakul a dugó, mindenki menjen egy kicsit lassabban. Mátra Tamagocsiban is nagyon jó helyzet. Nagyon jó, köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igen, a Szerencs utca előtti felüljáron, a belső sávban van egészen pontosan a baleset az M3-oson befelé, úgyhogy utána valószínű nagy dugó lesz, előtte, utána már jól lehet haladni. Tízes út, Leányvár belterületén, Trafipax, ezt Zsolt küldte nekünk. Ott 50-es táblán elmérnek, mindenki menjen lassan, és az M7-es 142-es kilométerénél ezekben a pillanatokban készülnek fotózni. Ma érettségizem angolból. Szurkoljatok, léci, írja Dávid. Hát az erős pótérettségi jelleggel? Októberben. Hogy érettségizel? Pótérettségi az augusztus, nem? Vagy hát, ez a pótvizsga? Nem tudom. Ma érettségizem angolból. Ez érdekes, nem? Hát az angol a legnépszerűbb, tehát lehet, hogy elég nagy az osztály. Hogy most értek a végére. Ha vagy ilyen hosszúak a szóbeli tételek, hogy május óta mondják, nem? Hát... 30-an vannak, és mindenki egy háromnapos szóbeli tétel dúzott. Most már küzdeni kell azért a középfokért elég rendes, és akkor tényleg benne van még a pakliban, hogy a kedves hallgatónak zsével kezdődik mondjuk a vezeték neve, és ezért nagyon hátul van. Igen, az elég nagy szívás. Na, minden esetre nagy kalappal kívánunk neki. Good luck. Egészen fejlődőképes az angolod. Igaz? Te határozottan fejlődsz. Foglalkozik vele, törődgeti hát a kopász. Hát, érted, láttam az Elrabolva című filmet. egyébként nekem van olyan nagyon kedves barátom, aki sokáig élt kint külföldön, és ő azt mondta, hogy nyilván kint nem ment el eleve azért, mert ugye állandóan mindenki, ugye nem meglepő módon mondjuk New Yorkban angolul beszélt. Ezen önmagában még úgy nem rökönyödik meg az ember, nem? Hát kicsit felkaptam a fejem, de... Fura barátaid vannak. Igaz? Na mindegy, kicsit zizi a srác. Na és a lényeg az, hogy ő nagyon sok filmet nézett kint szinkron nélkül, és azt mondják, hogy ez az egyik legjobb módszer arra, hogy maguk a szavak megragadjanak rajta, és élő formában. Aha. És sokan nézed, és aztán így szépen lassan így összeáll a dolog, mint mondjuk a 13. harcosban, amikor Antonio Banderas hallgatta a vikingeket a tűz mellett, és előbb-utóbb már tudott válaszolni a sértésekre, mert megtanulta a nyelvüket. Ha sokat hallgatsz valamit, akkor így előbb-utóbb beépül. Mondjuk ennek én nem vagyok élő példája természetesen, de azért sok szót elsajátítok a filmekből. Yes. Így van. Ugye? Yes, igen.
Hát igen, hogy? Ez a good luck, ez még egy ilyen, igen. Good luck. Hát szép lassan csak ezt egy kicsit albánosan kell good mondani. Luck. Good luck. Igen. Good luck. Na. Azt mondja, hogy miről is akartam beszélni. Ja, igen. Egy nagyon helyes dolog történt Floridában. És nem a szokásos úton módon közelítjük meg ezt a témát, hanem a másik oldalról. Mert hogy egy anyós, akinek elege lett a mennyéből, ez egy tök helyes történet, még nagyon kedves, bérgyilkost fogadott fel, hogy megölje a saját mennyét. Tök cuki. Teljesen kis helyeséges történet. Egy 70 éves floridai nagymamáról van szó, aki szerint a nő rossz anya, és nem bírta elviselni, hogy bánik a 6 éves unokájával. És felbérelt egy bérgyilkost azért, hogy ölje meg a saját mennyét. Jó. Nem gondolta kicsit túl ezt a dolgot? Tehát azért van más most, lehetőség is. Hát. Mint egyből elteszed a lábad. Hát de most a baj van a mennyeddel, és már beszéltél vele, és nem akarja igaz. Neked odaadni a gyereket, nem láthatod. Hát előbb-utóbb valamit csinálni kell. Nem? Hát. És a nagymama többször találkozott a parkolóban az általa bérgyilkosnak hit emberrel, és kiderült, hogy adott neki 500, majd később kétszer 1000 dollárt, és azt mondta, hogy a menye Angéle Kostakis, aha, csak mondom, Kostakis. Így hívják, drága ékszereket visel állandóan, és a gyilkosság idején vigye majd el nyugodtan az ékszereket is. Tehát a 2500 dolláron felül még ezt a zsákmányt is felajánlta. Igen, mert hogy az 5000 dolláros eredeti összeget egyébként sokalta, amennyiért a bérgyilkos ugye megölte volna. Aztán kiderült, hogy az a bérgyilkos az nem igazi bérgyilkos, mert hogy rendőrökkel tárgyalt a nagymama. Nem volt annyira ügyes. És hát tulajdonképpen ugye aztán letartóztatták. Lekapcsolták a vérszomjas nagyit, le is tartóztatták. Azzal védekezett egyébként a nagyi, hogy a menye állandóan részeg, és nem jól bánik az ő egyszem unokájával. Biztos behúzózik. Igen, Kostakis. A Görögországból Amerikába szakadt Kostakis. Valószínűleg egyébként úgy történhetett a dolog, és azért tárgyalhatott ő egy rendőrrel, és azért találták meg őt nagyon könnyen, mert a mamának nem volt rutinja abban, hogy szerezzen valahonnan egy bérgyilkos, hogy szerezzen valahonnan egy embert, aki elteszi láb alól az ő mennyét. Igen, de nézzük meg a részleteket, mert ugye mindig ott van a lényeg, hogy te Floridában vagy egy nagymama. Aranyos vagy, neveled az unokádat, néha találkozol a mennyen, de utálod, ki nem állhatod, gyűlölöd, legszélsőbben megölnéd. De hogy jutsz el odáig, hogy te leszervezel egy találkozót egy bérgyilkossal? Tehát azért ez nem olyan, mint az Express újság, hogy felütöd és azt mondod, hogy a használton egy szék, barokk tükör, nem tudom, ugyanott nem tudom milyen eredeti, nem tudom milyen példányok, és alatta pedig hívjon, ha önnek problémája van bárkivel. Te most, ha meg akarsz ölni valakit, tessék. Ma, ebben a pillanatban. Mit csinálsz? Hogy szerzel bérgyilkost? Uh-huh. Honnan találsz bérgyilkost? Hát hova tudod, hogy hova kell menni? Úgy indult el, hogy ahol rendőr van, ott ugye a bűn van. Tehát ha rendőr van, akkor van egy bérgyilkos is. Ezért hívta a 112-t. Én mondjuk nem vagyok jó példa, mert akit most a legjobban utálok, azt puszta kézzel ölném meg lesz kívülsebben. De hogy egyébként szerintem, ezt akartam mondani az előbb, hogy a mama szerintem pont ezért nem, tehát hogy ő nem tudta, ő elkezdett kérdezősködni. De körbe kérdezed a zöldséges. Ne haragudjon, drága aranyom, mondja már meg, hogy itt van a menyem, egy kanálvíző megfojtanám. Nem tud egy jó bérgyilkos? Hát tudok egy jó tisztítót, egy jó babysittert. Nem, majd megkérdezem, drága aranyom, hogy ez hogy megy? Szerintem ő amilyen filmélményekre hagyatkozhatott, és volt ott a sarkon például egy olasz étterem, és akkor oda bement. És megkérdezte Giuseppét, a pincát, akiről egyébként Margarita pincát szokott rendelni, meg mindenféle tésztákat. Milyen a sztereotípiek, Giuseppe a pincér? Igen, aztán igen, aztán bement a lengyel szatócsboltba, ebből sok pic lenne. Igen. De ő szerintem, én úgy képzelem el legalábbis, hogy egy nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon helyes és nagyon naív nénike lehetett, aki pont ezek miatt, a sztereotípiák miatt bukott le. Tehát, hogy vagy bement az olasz étterembe, vagy oda ment a hip-hopos srácokhoz a saroknál, mert gondolt, mert abból is látott már egy kategóriát, hogy ők biztos gangsterek lehetnek, mert nagy, fekete nagy darab. Igen, kapucni srácok, és hip-hopot hallgatnak a magnóból. És így jutott el egy bérgyilkoshoz? És valószínűleg így juthatott el. Mindenkit végig kérdezgetett, aki számára gyanús volt. Giuseppe után. Giuseppe nyilván nem vállalta, mert ők csak tortellint szállítanak házhoz. Verzi, és a becsöngetett hozzá cseh postás, a Miroslav Holacek. Hát nem, mondta, hogy nem minden olasz Giuseppe, azért csak erre akarok kiukadni. Holacek? Igen. De tényleg,
Nem értem. Tehát 70 évesen bérgyilkost keresni, ráadásul rendőrbe botlott a mama. Tehát, hogy azért nem volt ügyes bérgyilkos bérlő. 5000 dollárért egyébként, az reális összeg, 5000 dollárért eltesznek valakit láb alól. Ez nem egy nagy pénz. Sose kértem még ilyen szolgáltatást. Nem rendeltél meg még ilyet? Nem. Express bérgyilkos szolgáltat 5000 dollárért? 1 millió forint. Egy bizony, szerintem azért sajnos kevesebbért is elintézik. Kevesebbért? Az egy mennyi? Egy millió? Igen, plusz ugye a hullán igen, található ékszer. Így van. Tehát ezt is beígértem. És a bontatlan metaxát. Igen. Mama egyébként már börtönben van, szegény. De hogy hát ha ivott a menye és verte esetleg az unokáját, vagy nem adta neki odát, akkor a mama nem biztos, hogy azért annyira rosszat csinált. Vagy tehát akart... korrekt lelövetni az anyóst ebben az esetben. Jó, nem az anyóst, kevesebb... a menyét akarta. Vagy a mennyét, bocsánat. Igen. Igen. Mondjuk ezért kevesebb bér is öltek már ilyen kapcsolatban. Mennyi és anyós kapcsolatban. A mennye honnan tudta volna, hogy ráállt egy bérgyilkos? Tehát mik a gyanús jelek, hogy téged meg akarnak ölni, ezt észreveszed? Igen, a piros pont a homlokod. Az, igen. Igen, hogy nézi magát a tükörbe, persze. És yes, meg, mi ez az? Az már nem annyira, az már nem annyira jó. Igen. Kicsit megégtél. Na, de akkor most keressük meg azokat az anyósokat, akik elégedetlen a menjükkel, mert ezt már sokszor megcsináltuk ugye úgy, hogy férjek, feleségek írtak arról, hogy valamelyik családban nem jó a nagymama, az anyuka, és ezért ki nem állhatják a saját anyósukat. De ha már szegény anyós ekkora bajba került, hogy rossz bérgyilkos fogadott fel, és börtönben van egyébként nyilván joggal, akkor hallgassuk meg az anyósokat, hogy mit mondanak a saját menjükről. Mert ugye nagyon sokan panaszkodtak már itt ebben az adásban az anyósukra. És mondták el élő szóban is, hogy hát igen, az én anyósom ilyen vagy olyan. De anyós még kevesebb mondta, hogy ki nem állhatom a menyemet, nem? Ezért, meg azért, meg amazért. Hát halkutalások voltak erre vonatkozólag, de valóban nem kérdeztük még így meg. Nem, így ebben a formában ez még nem. Tehát nem jelentkezzenek anyósok, akik nem írják elviselni a menyüket, akik igen. Akik egy kanál vízben megfojtanák a menyüket. Akik szívesen megölnék, vagy megfojtanák a menyüket, igen. Persze most nem arról gondolom, hogy bérgyilkost fogadnának. Tessék? Azt is, hogy miért, azt is írjátok meg, hogy mi az ok. A legtöbb... Hát az elég fontos, igen, ha megírják. Ha csak azt írják, hogy én is, az viszonylag kevés, igen. Azért gondoltam, hogy szólok nekik. Hát köszönjük, Feri, ez nagyon hasznos volt. Tehát ne csak azt írjátok, hogy Aranka vagyok, hanem írjátok meg, hogy miért. Igen. Csak gondoltam, így magam előtt is tisztában. Ez igen, ez egy jogos hozzászólás volt. Nagyon szívesen. A legtöbben azt fogják írni, hogy Aranka. Hogy mert az én fiam, lányom jobbat érdemel. Hát, hogy ez a... Sokszor egyébként nem is tudjuk megfogalmazni, hogy mi a probléma. Na, de veled kell, hogy együtt éljem. Kicsi fiam, az... Na, hát ezért. Hát ezért ez érdekes az. Egyébként ez a felvetés tőlük. És szerintem ezért is váltják ki a legtöbb utálatot a kedves anyósok. Meg azért vált ennyire közmondásossá ez az anyós gyűlölet. Mert hogy tényleg nem együtt éltek, és mégis valahogy a kedves mama nem tudja elereszteni a gyermekét, és de azt mondja, hogy mert az én fiam jobbat érdemelne. Nem, hát pont azt érdemli, amit kapott, mert hogy ő kaparta ki magának a gesztényt, ő hozta magának össze a kapcsolatot, valamit csak lát a másikban, amit a mama nem. De mi van, ha a saját fiad egy teszetosza hülye, és azt látod, hogy együtt él egy nővel, aki kizsigereli, kizsákmányolja, átvágja pénzzel, és nem tud felhívni a saját gyereket figyelmét arra, hogy egy olyan nőt vett el, aki tönkre teszi az életét. Mert szerelmes. És a te gyereked ezt nem látja. Hát és te látod ezt kívülről, és látod, hogy nem bánik jól a saját gyerekével, hogy iszik, vagy késő jár haza, vagy megveri a gyereked, és te, mint anyós, ugye ezt kívülről jobban látod, nem? Tehát, hogy nem mindig van azért arról szó, hogy az anyós a hülye szerintem. Sokszor láthatnak valamit sokkal jobban, mint az a férj, aki egyébként tök papucs, benne van egy kapcsolatban, és nem látja, hogy az a nő, akit elvett, az egyébként egy sárkány. Hát igen, igen, lehet, hogy érzelmileg kötődik hozzá, akkor ez nyilván, főleg az első időszakokban azért az rengeteg mindent elfed, ezeket a dolgokat is, és akkor egy külső ember, aki viszont persze érzelmileg nem kötődik hozzá a másikhoz, az ezt jobban látja, de mondjuk szerintem ez a iszik, veri a gyereket, stb. Ezek elég direkt dolgok, tehát hogy ezt mindenki másnak is látnia kell. Szerintem igen, csak az anyós, tehát ahogy az anyós nézi, azért benne van egy elfogultság a kisfia iránt. Egyértelműen. Tudod? Persze, tehát, egyértelműen. Olyankor már a legkisebb kis hiba is óriásivá duzzad. Meg valljuk be őszintén, minden anyós egy kicsit azt gondolja, hogy a fia olyan nőt érdemel, mint amilyen nő. Ja, hogy ő maga? Ja, ő maga. Tehát valójában ő szeretne idézőjelben együtt élni a fiával, és azt gondolja, hogy ő lenne a legjobb választás, mert hogy ő tud mindent róla. Ő tudja, hogy mi kell neki. Ezt valószínűleg el is mondja sokszor a mennyének,
és ezáltal válik a gyűlölet céltáblájává. Jaj, nem, egy ilyen pulóvert soha nem szerette a Béluska. Soha nem szerette a Garbok. Nyajság, Gallér, ne vicceljél már. Tehát, hogy ez biztos, hogy norvég minta, nem már. Tibike Lakcipő. Nem szereti. Tibike nem szereti ezt. A kelkáposztát szereti, de nem szereti a kömény magot is raksz bele, és egy idő után már persze, hogy ez a legszívesebben elvágnád a torkát. De milyen törzsfejlődés lehetett az, amíg a mammer elment bérgyilkosért? Tehát átment egy vasárnapi ebédre, rosszul sült el. Elzavarták, összeveszett. Barátokhoz ment, talán megbeszélte a saját párjával, az ő saját férjével. Tehát, hogy hogy jutott elő a bérgyilkosig? Az már nagyon szélsőséges állapotba kell, hogy kerüljél. Hogy lemenjél egy parkolóba, mert hogy ott találkozott egyébként egy parkolóban a bérgyilkossal. És elkezdél az áról alkudozni, hogy megöletted a saját menyedet. És azt mondja neki a bérgyilkos, hogy jó, 5000, nem? Akkor 2005 plusz vigye az ékszert, ami rajta van. Hát, szóval ahhoz azért már nagyon, nagyon szélsőséges állapotba kell kerülni. Nem? Hát torki volt a cacikével már. Igen, előkozta kis cacikével. Biztos, hát biztos, hogy egy szörny, tehát hogy ott valószínűleg egy szörnyű sárkány lehetett a mennyet. Tehát, hogy ez már eleve ugye piás, tehát valószínűleg itt már azért komoly gondok vannak. Meg hát annyira nem lehetett naív, hogy ne tudja azt, hogy ha elkapják, ez mivel jár. Tehát, hogy simán be fogják kérte valami. Hát nem hitte ő el, hát hiszen a legjobb embert kereste meg 5000 dollárért. Ha valakivel meg akarom öletni, akkor olyan ember kell, akinek van fegyvere. Annak az embernek ott van fegyvere, oda megyek hozzá. Jó napot kívánok, hogy miben segíthetek? Igen, uram, állulja, én egy rendőr vagyok. Jelentenem kell, hogy ön éppen egy bérgyilkos fogad föl. Kétszeri találkozó volt, tehát, hogy kétszer találkoztak, mert a mammert csőbe akarták húzni, először csak letárgyalták, de ugye az még nem mutatsz egyértelmű szándékot, az csak egy szóbeli megállapodás. Másodjára kapták el, amikor a pénzt átadta. Tehát amikor már megjelent a mama a 2500 dollárral, hogy akkor ő ezt most tényleg szeretné kifizetni, és ezt ő tök komolyan gondolja. És akkor mondták, hogy ne haragudj, hölgyem, akkor váltsunk. Biztos ráállt az egész ügyosztály. Tehát nyilván kimentek egy ilyen lesötétített furgonnal, abból figyelték, volt összekötő, voltak megfigyelők a tetőn, és akkor jött a mama, és akkor ott mondták, hogy melyik az, az ott a szőke, nem, ott a kerekes kocsik. A igen. De olyanok is vannak, akik a vejüket utálják szerintem, nem? Tehát, hogy itt nem csak nő-nő közötti rivalizálás van, nem? Hát az érdekes, ez szerintem könnyebben megbocsájtanak ott. Nem, hogy egy férfi, mert hogy az anya-lánya kapcsolat az normális, akkor akit a te kislányod választott magának, szerintem, vagy ott is van ugyanekkor. Szerintem ott, szerintem rengeteg anyós van, aki utálja a vejét. Mert nem ilyen embert képzelt el a saját lányának. Persze. Hát miért gazdagat? Szépet, sikereset? Hát most nézd, azt nézed, hogy tohonya, nem dolgozik, nem foglalkozik a gyerekekkel, egész nap a lányot körbeugrálja, kiszolgálja, parancsolgat neki, hát akkor nyilván ott látod, és megpróbálod a lányoddal megérteni, hogy nem jó, amiben van, nem? Én nagyon sokat dolgoztam egyébként a mi kapcsolatunkkal, a kedves mamával, de utána... Melózta rajta? Tehát vittél neki mindig édességet, megpuncsoltál? Igen. Mi volt a kifogása ellen? Ő kevesebben dolgozott ezen, mint én. Kiderült, hogy mi volt a kifogása ellen? Nem, ő picit, hát kicsit az, hogy én kicsit idegen voltam neki érthető okokból, és akkor egy picit így, hát hiszen ugye korábban nem találkoztunk. Igen, ezek azért törvényszerűségek. Igen, de hogy és azért melóznom kellett rajta rendesen. Örülök neki, mert aztán viszont nagyon harmonikussá vált egymással a kapcsolatunk, de eleinte azért éreztem meg egy kis távolságtartás. Volt egy kis távolságtartás. Tehát, hogy ha elkezdtem esetleg sztorizgatni valamiről, és visszakérdezem, hogy kit érdekel, akkor ott érdek. Ott azért éreztem, hogy valami nem stimmel ebben a dologban. És másfél év után volt cián nélkül a kávé. Nem, másfél után volt kávé, ciánnal. De azelőtt kávés. Mennyi időbe telt elsimítani a dolgokat? Hát szerintem legalább egy év. Tehát, hogy így sokat kellett. Aha. Sajnán nagyon türelmes voltam, mert tudtam, hogy hát nincsen, csak ez az egyetlen járható út van, tehát, hogy én nem akartam semmiféle ilyen problémát, meg súrlódást, vagy ilyesmit, de azt akartam, hogy tényleg egy harmonikus kapcsolatban legyünk egymással. Volt egy kis műbeszélgetés a konyhába, hogy ott maradtál, segítettél mosogatni, a Móni már bement, és akkor miben segíthetek, kedves mama, és akkor a mosogatás, hát az a kedvencem, és már mentél is mosogatni, volt ilyen nagyon nagy puncsolás? Milyen szépek a paradicsompalánták, és hát tényleg sok ilyen tartalmas beszélgetésünk volt egymással, de mondom, egy idő után így megtört. Megszokott, megszeretett,
és akkor onnantól kezdve már így működött a dolog, de addig ilyen nagyon körülményes volt. Hát tudtam, de mert hogyha valahova valaki kell neked, tehát hogy van egy szerelmed, akkor akaratlanul is a családját is elveszed vele együtt. Tehát, hogy hát jön a család, nem, persze. Nem lehet hogy megszabadulni. Nem, tehát, hogy ott meg az a torzsalkodás, meg az, hogy így nem tudsz velük azonosulni, vagy nem akarsz velük semmiféle párbeszédet folytatni, az nem működik. Az hosszú távon egyszerűen nem megy. Egyszer-kétszer még távol lehet maradni a kötelező születésnapokról, meg a kötelező karácsonyi összejövetelekről, de hosszú távon nem. Az már feltűnő egy idő után, tudod, ha nem mész el, ha kihúzod magad. Megint dolgozol. Dolgozol, nem vagy ott, igen. Hát meg a végén nem hagynak rád semmit, érted? Hát igen. Az is. Oldala. Az is fontos. Jó, szépen jönnek az SMS-ek ám, közben látjuk. Ha valaki nem meri ezt élőszóban vállalni, nem baj. Az is, ha elküldi SMS-ben, hogy egy kanálvízön miért tudná megölni a saját vejét. Hogy vegyünk most a... Vejét vagy mennyét. A vejét vagy a mennyét, ugye? Igen. Így van. Annak kicsit a Szabi alatt elszokotta. Igen, tudod ilyenkor. Félkor már nem nagyon kapcsolunk be telefonálódtam. Egy félmosoly a gyulai estékre gondol, kicsit elmerengés. Igen, és pont fényocko beadott egy telefonálót, hogy akkor a vonalban van valaki. De majd a hírek után meghallgatjuk. Jó, tehát várunk SMS-eket, de most nem tényleg arról, hogy miért a ti anyósotok a legrosszabb, hanem megfordítva a dolgot, anyósok panaszkodjanak nyugodtan egy kicsit. Fél nyolc van, jövünk a hírekkel, aztán itt vagyunk is. 3-4-8, ez pontosan egy perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy egy floridai nagymama ki akarta nyírni a saját mennyét. Hát... Igen, anyós kicsit berágott, azt mondta, hogy a saját menye nem jó, mert hogy nem foglalkozik az unokájával, meg iszik, meg nem dolgozik, és meg akarta öletni. Elkapták a nagyit egyébként, ugye, mert kiderült, hogy nem bérgyilkossal tárgyal, hanem rendőrrel. A dolog azért érdekes, mert nem tudtuk, hogy jutott el bérgyilkosig egyáltalán. Egy floridai nagymama, aki ilyet nem csinált, hogy kerül kapcsolatba a bérgyilkossal, amit végül is nem sikerült, mert rendőr volt. És arról beszélgettünk, hogy az anyósokat már annyiszor bántotta mindenki, meg népszerű beléjük rúgni. Hallgassuk meg a másik oldalt, amikor anyósok jelentkeznek és mondják el, hogy miért utálják a vejüket vagy a mennyüket. Mert hogy nyilván azért nekik is lehet rá okuk, nem csak nekünk, hogy utáljuk a saját anyósunkat. Itt van Zovát. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, te Floridában éltél sokáig? Hát egy 2,5 évet. Egy 2,5 évet. Na, és ott hogy van ez? Hogy szerzel bérgyilkos? Igen, vagy hogy szerzel bérgyilkos, hogy gondolom ehhez akarsz hozzászólni, hogy ez hogy történted? Nem, ott egy kicsit okosabbak a fiatalok egyébként, és próbálják elkerülni az ilyen véranyósokat. Méghozzá úgy, hogy amikor összejön a fiú meg a lány, akkor eldöntik, hogy melyik anyós a rosszabb. Előveszik a térképet, meg a körzőt, és leszúrják a körzőt ott, ahol lakik az anyós, a rosszabbik anyós. Húznak egy kört, hogy azon a körön kívül kell majd költözniük. Aztán húznak egy másik kört is, hogy azon a körön viszont belül kell költözni, tehát a két körön belül kell költözni. Mert ha a kis körön belül költöznek, akkor túl közel lesznek az anyóshoz, és minden nap menni fog. Viszont ha a nagy körön kívül költöznek, akkor túl messze lesznek az anyóshoz, ritkán fog menni, de akkor ott alszik. De jó, és ezt így csinálják, tényleg? Hát igen. Aha. Illetve próbálják így csinálni. Próbálnak menekülni, mi? Tehát muszáj a két körön belül költözni, aha, mert akkor az anyós ritkán megy, de még haza is tud menni este. Na most, ha mi van, ha mind a két anyós ugyanolyan rossz, akkor a két kör meccés pontjánál kell laknod? Valahol oda kell költözni, igen. Igen. Hát ezt nem tudom, hogy akkor csinálnak-e halmazábrát. Köszi, hogy elmondtad ezeket. Köszi. Csáó, hello, Zován. Nézzük egy-két SMS-t. Hát amikor a párom fürdőköntesében kaján vigyorral az arcán kijön reggel a lányom szobájából, csókolom anyuka jól aludtakkal, akkor tudnám alkalmazni a passió néhány jelenetét. Egyébként igen. Igen. Az én anyósom után méghozzá azért, mert nem keresek havi egy millát, nincs BMW-m. Ja, és zavart, amikor leültem vele megbeszélni, hogy a lánya oda költözött hozzám, kiderült, hogy okoskodónak titulált, és folyamatosan kapálozott a háttérben. Ha az anyósom telefonál, ne vegyétek fel, minden szava hazugság, írja Fefe. Most elég sok feleség reménykedik abban, hogy nem fog magára ismerni egyik SMS-ből sem. Az én fiam, mikor először hazahozta a barátnőjét, leültett
lettem, és közöltem vele, hogy nagy pofájú ember vagyok, és senki kedvéért nem változom meg. Ha akar, így elfogad, ha nem, akkor menjen nyugodtan, nem muszáj jönni. Ez korrekt. Hát azért az kemény szerintem elsőre. Elsőre. Szervusz, drágám, én leszek az anyósod, mert csücs le. Igen, addig reménykedett, amíg ki nem nyitotta a száját. Igen. Egy teszet az a hülye örüljön, ha bármilyen sárkány feleséget talál magának. A hülye a fiam örüljön, hogy elkelt. Írja valószínű megint egy anyuka. Egy anyuka, igen. Azért utálom, mert átvágja a lányom. Van meleg barátja is. Kár, hogy nem igazi férfi. Puszi Bogi. Na, ez mind a kemény. Uh-huh. Hogy anyós megfejtette, hogy a veje? A lánya, igen, a veje meleg. De akkor miért nem szólsz a Bogi, a lányodnak? De van jogod szólni? Van hát. Hát ilyen esetben ne hülyéskedj. Persze, hogy van. Persze, hogy de van. Hol van az a határ, amikor te még beleszólhatsz az ő életükbe, hát ugye? Hát azért simán. Ez... Igen? Hát, hogy... Na de ha csak sejted, hát nem, nyilván nem kapta rajta misszionális poszba ödönkével ne valahol. Fontos, tehát, nem érzel, gondolom, nem csak sejted. Vagy láttál valahol valakit egy másik fiúval, de nem egyértelmű a dolog. Oda mész a lányhoz, és azt mondta, hogy szerintem a Lajos meleg. Hát ennél több kell. Katica, gyere már ide, szerintem a Lajos meleg. Hát azért ennél egy picit több kell, nem? Hát a szülői felelősség szerintem ebben nagy. Szerintem egy szülő beszéljen a gyerekkel. Tehát, hogy ő megteheti, ő megengedheti magának. Ugye ez a, amikor, hogy a barát szólhat-e, ez már egy kicsit így véleményesebb, de szerintem egy szülő igen. Hát arról az esetre nem, hogy szerintem ez a gyerek nem illik hozzád. Ez ilyen nincs. Arról ne szóljál anyuka, mert azt a lányod választotta, vagy a fiad választotta. De ebben az esetben, hogy más felé is jár a férfi ember, hát azért az nem olyan. Azért ezt egy anya azt csak elmondhatja. Igen, igen. Szerintem. Nekünk van baráti társaságban, aki elmesélte, hogy amikor ő elment a párja anyjához, akkor kihívta a konyhába, és fél méterről suttogva a párja anyja azt kérdezte, hogy te mit akarsz a fiamtól? Miért nem tűnsz el? Jézus Mária, jó. Azért az kemény. Ugye? Mikor a konyhában azért... van egy kimész, tudod azt, hogy megcsináltak ott a kis, nem tudom, hogy összeültök egy az avokádókrémet, vagy valamit, tudod. Miért nem tűnsz már el? Mit akarsz a fiamtól? Hogy oda súgja azért, ott érzed, hogy azért nem lesz sok közös vasárnapi ebéd, nem? Nem? Együtt vannak még? Igen, persze, hát ott igen. Jézus, mama vesztett. Én nem tudom, hogy mentálisan túléltem volna egy ilyen élményt. Hát ez borzalmas. Ez szerintem nagyon kemény. Nagyon durva. Tudod, kimész, egy kicsit segíts a mamának, kicsit úgy bevágódjál, kicsit a terítesz. Te jó fej, nyit felém. Igen, igen. Gyere ki a konyhába, kérdezni akarok valamit, tudod, elindulsz vidámon. Neki is bejövök. Igen, hát szimpatizálsz velem. Mit akarsz a lányomtól? Miért nem tűnsz el? Ugye jó közelről így az arcodba. Akkor mit mondasz, hogy akkor visszamennék? Rezeléstele tekintettel. Ott van a Robi. Gyere, drágám, menjünk. Igen, akkor induljunk. Na miért hívott ki? Hát csak dumálgattunk egymással. Igen, nagyon mit jó fej. Igen, Fecó vagyok, nagyon kétségbe vagyok esve, mert hiába gondolkodom, nem tudom, mit rontottam el az anyósom szemében. Nagyon sokat dolgozom, és amikor otthon vagyok, segítek a ház körül, de mikor csak rám néz, a szeme egyből elárulja a gyűlöletet felé. Mit tegyek, hogy megszeressen, vagy csak elviseljem? Tehát ott akkor arról van szó, ugye igen, hogy nem szereti a saját vejét, ugye? Aha. Hát ha együtt élnek, akkor az egy kicsit kellemetlenebb. Ha csak jön néha, akkor azért azt ki lehet. Kérdezz meg, hogy anyuka, mi a baj? Nem ez a legtisztább? Mikor így látod a szemes sarkába. Anyuka! Anyuka, jöjjön már ide. Mama marad. Nem megmondtam, hogy ne gyere be, meg ne gyere erre. De hogy jó anyám. Beszélgessetek így. Ahogy, ugye? Igen. Kérdezz meg tőle, anyuka. Anyuka. Ez az anyukázás. Ez szörnyű. Ez szörnyű. Én így szólítom az enyém, anyuka. Kati néni inkább, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy anyuka. Ezt kipróbálom legközelebb. Éva néni. Én tegezem. Az Éva néni nem tudom érteni, hogy valami van. Persze. Pont azért tegezem, és anyuka. De ha azt mondod neki, hogy Éva néni, akkor már abból érti ő is, hogy... Hogy vége a jó kapcsolatnak. Igen, hogy most már nem vagyunk barik. Igen. Na jó. Nem tuti, hogy meleg, csak a baráti körében van egy meleg, írja ugyanaz az anyós. Akkor itt a gyűlölet egyéb jó, dologra hát, irányul. Igen, tehát azért, mert a baráti körében van egy meleg, az még azért nem akkora baj. Nem? Attól ő még nem meleg. Meg ha meleg lenne, se lenne semmi baj. Tehát ez az abszolút nincs semmi baj, ha valaki meleg. Most az, hogy van a baráti körében, hát azért kicsit talán a mama szigorú, nem?
hogy a baráti körében van egy meleg, akkor már... És ismer egy navost is. Fokolna, hogy micsoda fertőben él az a büdös kölyök. Na jó, nézzük meg, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello, Szandi, honnan hívsz minket, Szandi? Én Jászberényből. Jászberény. Már munkában, ahogy hallom? Igen, igen. Mit csinálsz? Én vezetékeket gyártok egy autóipari cégnél. Hoppá! Hoppá! Na jó. Segít valaki, vagy egyedül vagy ott? Hát itt körülbelül 40 ember hallgat jelenleg. Na, nézzük akkor, hogy mire mentek. Jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, ez még kevésbé fontos. Túl gondolt a bérgyilkosság. Igen. Van egy kis aktér, egy kis pikkuty. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Oké. Hát ez... Hát ez... Nem nehéz. Még... Na, azaz. Azaz. Ez jó. Egyből ment, ugye? Egyből. Hát szét kellett néznem, hogy tudja valaki, mert a nagy izgalomtól. Igen, hát lesz egy-két ember, akinek adnod kell az ajándékcsomagból. Aha, persze, hogy ne. Tudod, mikor kapnak. Hát, mert hogy ezt ők találták ki. Szandi, küldjük neked, jó? Jó van, köszönöm szépen. Valamit adjál nekik, jó? Jó, majd meglátom. Hello, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Szia. 6 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra múlt 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Trafi, Fehér Szeát, 82-es út, Écsen fotóz, Csaba, aki pékáruszállító, valamint második kerület Hüvösvölgyi út kifelé áll, és 130-al lehet repeszteni az M0-áson, csak kár, hogy nem az egész szakaszom, írja egy hallgatónk, valami nem működik az ürömi lámpa, és egyáltalán nincs dugó a 10-es úton. Na, hát lehet, hogy csak ez lenne a megoldás. Kikapcsolni a lámpát. Kikapcsolni a lámpát, igen. Az már majdnem olyan, mint egy körforgalom. Amikor engedi át a forgalom, amikor jön valaki oldalról, az beengedik, majd megint megy tovább a forgalom. Nem, az egy jó megoldás. Hát, ha működik a lámpa, mindig beáll a 10-es út. Most nem működő lámpánál jól lehet haladni, akkor azt ott az emberek megoldották. Így van. És mindenki kifér, mindenki befér, mindenkit beengednek, hát lehet, hogy ezt kellene csak csinálni, nem? És az a dolog ott működne. M7-esen Agádi lehajtónál kiégett vaddisznót szállítanak el éppen. Kiégett vaddisznó. Az, ugye? Villámcsapás? Furi. Gyújtogatás. Gyújtogatás. Pirománia. Trafi az M3-as 185-ös kilométerénél Budapest felé, valamint 44-es főúton Békés-Szentandrásnál az üzemanyagkútnál mérnek egy kék Skodából, ezt pedig Balú küldte nekünk. Kész az új honlapunk, mindenki menjen, fölnézze meg morningshow.hu. Szép. Jól néz ki. Gyönyörű. Használható. Használható. Az a legfőbb, mert ugye a szépségért azt lehet tenni érte, de hogy jó, jó dolgok vannak rajta, az szuper. Abszolút. Igen. Igen. Tényleg. Néztétek? Uh-huh. Igen. Hogy hasznos, mik vannak rajta? Tartalmas, rengeteg új rovat van rajta, vannak aktuális hírek is egyébként, zenei világból, bulvárhírek, stb. Rengeteg új funkció is van, egy csomó időtöltési lehetőség, sokkal jobb, mint amilyen volt. Tehát tök igazából a férjének a szépség az önmagában az kevés lenne, mert az ugye legfeljebb egy éjszakára jó, de azért nem költöznél össze vele, bizony. De ezzel a honlappal összeköltöznétek, ez rendben van. Az előzőhöz képest egy akkora ugrás, hogy ihaj. Hát ahhoz képest nem volt nehéz ugrani. Mondjuk ez is igaz, nem? Így van. Ahhoz képest az is ugrás volt, hogyha megszüntettük volna, csak egy szépen és nincsen új. Igen, tehát ahhoz, hogy 10 percenként kacsintottál egyet, ez volt a legizgalmasabb tartalom a honlapon imáron 3 éve, ahhoz képest azt gondolom, hogy ez nem egy ugrás, ez egy hipertérugrás. Egy hiperűr sebességre kapcsolás, amit most csináltunk, nem? Hát az előző, mondjuk meg őszintén, hát a Facebook mellett, ugye ahol mi mindig tartalmakat rakunk föl, híreket írunk, ott azért egy picit így el is hanyagoltuk, de ez most szép. Ez most jó, lehet rajta csetelni, visszahallgatni az archívokat, természetesen töltünk föl még egy csomó minden, Polgár Peti is ott lesz, elérhető lesz, már vannak részek, amik tőle is elérhetők, az adást is lehet hallgatni, meg egy csomó minden plusz tartalom.
is van, úgyhogy jó. Pontosan így van. Jó kis ja, és ha már Polgár Petit mondod egyébként, amikor a Polgár Petinek születésnapja, akkor mindig beszoktuk mondani a számát, hogy tudjanak neki küldeni gratuláló SMS-eket. Neked pedig most névnapod van, úgyhogy 0630. Na várom, mondd. Nem, merem ki a csó. Köszönöm. Viszont azt is meg lehet csinálni. Na, várjál, bemenjünk már bele egy kicsit. Provokálj már. Nem, csak én csak kérdeztem. De nem, hát ha, mégis bemondom. Úgy sem mered. Nem mondom be, nem csinálnék. Azt viszont megcsinálhatnánk, hogy a Polgár Petin keresztül lehet téged köszönteni. Nem akarom már szekint. Egyébként ez nem rossz ötlet. Ugye? Ez egy egész használható ötlet. Peti szerintem szívesen továbbítaná. Hát egyébként nem jó ötlet szerintem. ezt az ő érdekében mondom. Bár a múltkor is nagyon jó kis dalocskát írt ebből. Mert ugye éppen valahol ejtőztek, valahol volt egy kis felhőszelés, igen. És közben meg ugye jöttek az SMS-ek. És úgy, hogy éjszaka a tűzriadó volt, tehát semmit nem aludtak, reggel pihentek volna. Na, Florida után Kínába megyünk picit, mert elterjedt a szellemírás. Ugye, mi lehet ez, hogy szellemírás? Ez érdekesen hangzik. Rengeteg pénzt lehet azzal keresni, hogy valaki más ír meg helyetted valamit. Hát ez még ezért miért megyünk Kínába? Úgy látszik, hogy a szellemírás egyébként Magyarországon is kezd működni. Arról szól a dolog, hogy a mesterdiploma diszertáción keresztül különböző szakmai anyagokon át mindent megírhatnak, vagy megírhatsz magadnak. Tudományos folyóiratokban megjelölő szakcikkeket, mindent megírnak neked. Milliárdos iparággá nőtte ki magát ez Kínában. Doktori fokozatú disszertáció, szakfolyóiratokban közölt publikációk, tanulmányok, nagy közösség előtti beszédek, prezentáció, összeállítás, mindenre van ember, amire kell. Ők az úgynevezett szellemírók, többnyire széles érdeklődési körrel rendelkező egyetemisták, vagy jövedelmüket kiegészíteni igyekvő fiatal kutatók, akik egyszerűen erre szakosodnak, hogy megírják helyetted azt, amit te kiadsz. De hogy ez így bármi lehet tulajdonképpen. Hát ha már írsz, akkor ugye sokrétű vagy, többfelé tudsz nézegetni, bármit megírsz. Nagyon jó. Hogy adják? Van valami évente 36 milliárd forintnyi yuan cseréli gazdát egyébként, ez egy éves összeg. Itt a 800 yuantól kezdve a 10 000 yuanig, ami azért 360 000 forintra rúg mindent. Például egy mesterdiploma disszertációt megírnak neked 360 000 forintért. És ügynökök segítik a kereslet-kínálat találkozását. Tehát vannak már olyan ügynökségek, akik az írót azzal hozzák össze, aki iratni akar. És hogy ez teljesen legális. Tehát nem is büntetik. Aha. Nem is néznek utána, nem is keresik, hogy ezt neked kiírta. Te feltehetsz egy hirdetést az internetre, hogy megírod, felhívnak, megtalálod, összejöttök, és megírja neked. Az ügynök jutalékban dolgozik, vagy? Az ügynök gondolom jutalékban dolgozik, igen. 60 a diplomád, és akkor abból 36 ezernyi jön az övé. Itthon van ilyen interneten, hogy te felteszel valamit, és azt mondod, hogy te diplomaírásban foglalkozol, ezt te fölrakhatod? Mert ugye a kiderül, hát az egy büntetés jár, de interneten régen, most nem tudom, hogy van, de régen lehetett nagyon sok ilyen hirdetést találni, hogy diplomaírás bekötéssel együtt, nem tudom, ennyi és ennyi. Hát szerintem, ha csak egy e-mail cím van mellette, akkor azt igazából úgyse tudja leellenőrizni senki. Részben ugye lehet, hogy arra hivatkozni, hogyha mondjuk valaki ír, hogy jó napot kérnek, azért ezt csak nem kellene így reklámozni, hogy jaj, csak vicc volt az egész. Ugyanakkor? Tehát te fölteheted? Ugyanakkor elvégben fölteheted. Ugyanakkor járhat úgy az illető, mint például ez a floridai nagymama is. Hogy valaki olyan lép vele kapcsolatba egyébként, aki és olyan irat meg vele mondjuk egy diplomamunkát, aki mondjuk valamilyen hivatalból van, de önmagában az, hogy megírja helyetted, az még szerintem nem is bűncselekmény, hiszen az a bűncselekmény az számít mondjuk plagizálásnak, ami szintén nem bűncselekmény, másféle megítélése van a dolognak szerintem, szellemi tulajdon eltulajdonítása, aki ezt később benyújtja mondjuk egy egyetemen vagy egy főiskolán. Igen, ő. Tehát ővele van a probléma. Tehát elviekben, most hogy egyébként így hangosan gondolkodva végigfutottam ezen a dolgon, szerintem ez nem.
bűncselekmény. Ezt nem lehet büntetni. Tehát megírhatják, érted? Aztán ezzel bárki bármit csinálhat. Kérlek szépen, szakdolgozatok, házi dolgozatok elkészítése korrekt áron, garantáltan egyedi igényes munkarendszeres egyeztetések, több éves tapasztalat, elsősorban gazdasági, marketing, turisztikai, szociológiai és kommunikációs témában várjuk az ajánlat kérésedet. Tessék, Feri már rárepült. E-mail. Hihetetlen, látod? De hogy összefoglaltad egy pár mondatban rögtön, hogy mikre vagy képes. Hát, tessék, mondanám az e-mail címemet. És ilyenkor kapsz egy minőségbeli garanciát? Tehát neked garantálják azt, hogy ha te ezt benyújtod, akkor erre megkapod a 4-es vagy az 5-ös, amit szeretnél? Ugye magas. Garantálják azt, hogy te ezzel nem buksz le, vagy nem loptak, vagy ha forrást nem jelölték meg, vagy loptak ugyan, de akkor megjelölték a forrást. Igen, referenciáim ide is ide írtam. Igen, tudnánk most egészen konkrét neveket mondani, vagy ha bajba akarnánk keverni magunkat, de hogyha, de hát igen, tehát hogy lehet, hogy vannak közös, de hogy akkor ilyenkor mit mondasz, hogy izét, hogy az egyik, mit tudom, egy év folyamal feljebb Horváth József, vagy mit tudom én, érted, vagy nem tudom, milyen utca, hány szám, vagy melyik államtitkár, vagy melyik, hogy hívják, tisztviselő, vagy esetleg celebritás, vagy ilyesmi, tehát hogy ez lenne igazából a referencia, nem? De hát ezeket nyilván nem írod be. Hogy ennek is ennek már megírtam, így van. Ezt és ezt észre se vették, igen, átment, ez és ez átment. Ennek is ennek én írtam, utólag is bocsa, helyesírási hibákért. Ennek én írtam, ő belebukott. Ez nem annyira jó referencia, de azt is én írtam. Hát figyeljetek, meg fogtuk döbbenni, én tovább mentem a rendelésre, mert van ilyen ezen a szakdolgozatos cuccon. Be kell írnod, hogy milyen iskolába jársz, mert annak megfelelő, az ott támasztott követelményeknek megfelelő szakdogát írnak, a szakot ugyanígy meg kell nevezned. Témát kell adni, formai követelményeket kitölteni, határidő, mit szeretnél, egyéb megjegyzés, keresztnév, e-mail cím. Mennyibe kerül? Írjon már valaki, aki ezzel foglalkozik, hogy ma Magyarországon mennyire írnak meg neked egy ilyet? Hát én, amikor legutóbb vettem, akkor... Igen. Az angol nyelvvizsgádat. Mert ugye itt is van nyelvvizsgabotrány, meg itt is bemennek helyetted, meg összejátszott az iskola a bemenőkkel, meg brutál nyelvvizsgabotrányok voltak így az elmúlt években. Tehát valószínűleg ez is működik, nem? Csak hogy mégis mi az ára, vagy hogy van ez, hogy utána te válasz tényleg garanciát? Neked kell? Hát kifizetnek ezért sok százezer forintot. Vagy elmondja, hogy hát nézd, ezt innen onnan szedtem, reméljük nem derül ki, itt van, adj egy kilót, aztán kész, mennyi, megírtam helyetted. Igen, a nyelvvizsga esetében szerintem ott azért problémásabb ez a dolog, mert ott előbb-utóbb fény derülhet rá, de hogyha mondjuk egy diplomunkát elkészítenek helyetted, és utána pedig te egy kicsit elmerülsz úgymond a saját diplomádban, és azért így végignézegeted, elolvasgatod, kicsit bebiflázgatod, igen, akkor ott azért így van, tehát hogy ott azért te fel tudsz abból készülni, de olyan nincs, hogy valaki, mit tudom én, kiállít neked egy bizonyítványt a felsőfokú angolról, aztán te hirtelen megtanulsz angolul, mert utána nézel meg akármit, tehát hogy attól nem. Ott meg lehet bukni a diplomán, ezt szerintem nem. Az a baj, hogy nem, ha például beírod egy ilyen önéletrajzba, hogy felsőfokú angol, és bemész egy profi céghez felvételizni, ugye elbeszélgetésre, akkor ott nem azt fogják mondani, hogy aztán mutassa már meg a fel, hanem elkezdenek angolul beszélni. Így van, good morning, hol? Ja, én magam is azt gondolom, ahogy mondja. Igen, milyen tisztelettudó, aki. Igen, egy köszöntek nekem. És már mindjárt fél kettő. Harapjunk valamit, már azt sem ne védelnék. Igen, hát az nyilván kiderül persze, hát az sok helyen egyébként nem is nagyon kérik. Tehát most ha bemész egy állásinterjúra, mert rengeteg helyen nem kérnek papírt, most újra elkezdődött, hogy papírt néznek, de régen ugye valaki beszélt veled, és aztán átváltott angolra, és akkor megnézte, hogy tudsz-e angolul. Uh-huh. Nem? Most nem érdekelt őket, hogy van-e nyelvvizsgád, vagy nincs, beírta, megnézte, beírta, de hát ott azt élőben le is tesztelte egyébként. Kíváncsi lennék, hogy mik a magyar árak. Na, mennyi? Mert hogy állítólag ebből kiválóan élnek külföldön, ugye? Tehát Kínában, ahogy mondtam, ügynökségek vannak erre, 36 milliárd forintnyi yuan cserél gazdát, fölmész egy ügynökség honlapjára, megnézed, mi kell, összeköt azzal, aki neked ezt megírja, ez lehet egy üzleti beszéd, egy prezentáció, bármi. Hát ha azt az árat nézed, hogy ott mennyi, mondjuk 3 kilót adnátok egy diplomáért, 300 ezret? 300 ezret? Hát mennyi, kettő? Igazából a válaszom a kérdésedre, Feri, az, hogy nekem ezért nincs diploma. Túl sokba került volna? Persze, hogyha nagyon olcsó lenne, már én is diplomás lenne. De ha mondjuk 2-300 ezer körül van, egy havi 3-at szerintem meg lehet írni. Úgyhogy tényleg alaposan utána az, nézel. Azért az már nem rossz. Hónapban, az nem rossz. És ugye nincs rajta semmiféle teher. De akkor az azt jelenti, hogy Kínában ennyi hülye van? Akik egyébként nem tudnak semmit, csak megírják. Hát a nagyszámok törvény alapján.
tehát megírják nekik a szellemírók és azok az emberek, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy diploma, üzleti beszéd, felszólalások, prezentációk. Na most, ha te ugye prezentálsz, és nem tudod azt te összerakni, vagy csak lustaságból csinálják meg? Egyébként meg tudnánk csinálni? Tehát, hogy időbeli előnye van, hogy nem kell ezzel szórakozzon. Megíratod, valaki összerakja neked, kész, ledalálod. Ez is benne van. Lehet, hogy egyébként az a munkakör, aminek a betöltéséhez szükség van, egyfajta szakirányú diplomára, vagy nem is csak szakirányúra, lehet az egy más jellegű téma, és csak diplomára. Attól az ember még elláthatja ezt a munkakört, lehet hozzá tehetsége, meg lehetnek a képességei, csak úgymond a papír hiányzik hozzá. És lehet, hogy ezek azok az emberek, akik élnek leginkább ezzel a lehetőséggel. Mi lehet a reális, mint a 1000 per oldal? Az egy reális összeg lehet? Nem. Nem. 1003. Na, most én erre lőttem. 1003 per oldal. Aha, de ilyen 1000-1003 per oldal, és azt mondta, neked kell egy 100 oldalas, nem tudom, valamilyen szakdoga, akkor azért te kifizet 100.000 forintot. Az igen. De miért egyébként ez baj? Tehát, ha én 5 évig tanulok az egyetemen, nem? És forrás megjelöléssel nekem valaki megírja, mert se türelmem, se lehetőségem, vagy lehetőségem lenne, de nincs időm. Te még nem vagyok hülye. Nem, hát meg... Hülye akkor vagy, ha megveszel egy olyan nyelvvizsgát, amit nem tudsz, és mindenkinek mutogatod, de közben nem tudsz megszólalni. De te végültél 5 évet, és valaki mással ezt megíratod, és ő megjelöli a forrást, és elmondja, hogy ezt innen vette, tehát nincs benne plagizálás, nem lopsz, és azt beadod. Ebben mi a baj? Ez miért baj? Ezt nem értem. Hát amikor megvéded, úgy is kiderül, hogy van-e között hozzá, vagy sincs. Megtanulod, hát, megvéded. A diplománál nem. Nem jó. Ha de nem attól leszel okos, hogy azt megírtam az elmúlt 5 évből, hogy végeztél a vizsgáiddal. Most le vagy terve, neked már nincs lehetőséged, nincs időt kigyűjteni, valaki elmegy helyettet könyvtáron. De te azt utána ugyanúgy magadévá teszed, megtanulod és jól megvéded, ez miért olyan nagy mert dolog? Nem ez a valaki... szellemi terméked, mert pont ugye az a lényege a dolognak, hogy te találod ki azt, hogy miről ülsz, te nézed meg az összefüggéseket, te jössz rá dolgokra. Tehát nem a visszamondásból kell diplomázni, hanem abból, amit ugye te megtanultál az elmúlt 4-5 év alatt, és azt egy szép kerek rendszerre össze tudod tenni. Aha. Hát, például nekem azzal semmi bajom nincs, ha valaki megíratja mondjuk az évzáró beszédét üzletemberként, ha politikusoknak írnak szövegeket, az szerintem korrekt. Tehát az már oké, de ez diplománál egy kicsit az olyan faramúci helyzet. Na, itt van Zoli velünk. Hello Zoli, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggel! Te írsz, vagy írtál, vagy neked írtak? Nem, egyik sem, hanem egy ismerősöm, egy közel ismerősöm írt ilyet, és így elég közel kerültünk a dologhoz. És nagyon vicces, amit mondtatok, mert ő pont egy kínai lánynak írt Magyarországon dolgozott. Azért már, ha egy kínainak hamisítasz, nem? Szóval az már tényleg a világ vége. Igen, de angolul kellett írni, mert ugye ők általában angolul tanulnak itt, úgyhogy hát abszolút működik nálunk is. Azt nem tudom, hogy hányan foglalkoznak vele, de akit mi ismertünk, az jól megér belőle. És mennyi volt, vagy milyen konkrétumokat tudsz mondani, hogy megy ez? Aki írta, az körülbelül olyan 4-500 eurót kapott ezért. Tehát 4-500 euróért írta meg? Mit kellett pontosan? Aki megírja, az 4-500-at kap, aztán azt átadja a srácnak, és a srác ezt még továbbadja körülbelül dupla áron. Tehát mondjuk 1000 euróról van szó. Ja, tehát az író és az ember, a megrendelő nem találkozik? Azok nem találkoznak pontosan, igen, mert akkor gondolom lecsaphatná a kezéről. Hát, ilyen konzultációk vannak, de konzultálsz mondjuk a sráccal, aki intézi, a srác pedig konzultál a vevőkkel. Vagy a vevőkkel, bocsánat. És akkor van ez a dílerkedés, hogy valaki, nem tudom, vizsgamunkákkal, meg záróvizsgákkal, meg szakdolgozatokkal dílerkedik? Tehát ő hát az, aki ez konkrétan szakdolgozat. De hát biztos van minden, én nem tudom, én ezt tudom, hogy szakdolgozat az működik, de az működött máskor is, csak akkor így megírta egyik ember a másiknak, hát ilyen szervezetlen formában, de ez elég szervezetnek tűnt, tehát ez így teljesen korrektul működik. És ezt honnan tudod ilyen jól? Hát egy ismerősöm mesél. Ja. Hát a szokásos, amikor pszichológushoz megyünk, ugyanez van, de így van. Tehát egy ismerős. Mesélte, úgyhogy ez tuti, hogy így van. A pláne az egészben az, hogy hát ez nem mindig sikerül, és akkor nem mindig kapod meg a pénzt, a teljes pénzt. Tehát ő neki nem sikerül átmenni ezen a szakdolga, a szakvizsgán, vagy nem fogadják el,
akkor nem kapod meg a teljes összeget. Ja, hogy mit tudom, felét kell odaadni előre, és ha átment, akkor adja a másik felét? Tehát ti is vállaltok, pontosan. Vagy akik írnak, vállalnak valami garanciát, hogy ez egy jó dolgozat? Így van, vállalni is kell, de most már van ilyen plagizáló szoftver, és azt ráengedik a szakdolgozatra, és akkor egy bizonyos százalék alatt kell lenni, és ez megvan a főiskoláknak is. Tehát, én ilyen x százalék alatt van benne a plágium, akkor átment, ha nem, akkor visszadobják. De jó, rádobja a szoftvert, és megmondja, hogy honnan van. Ja, azt nem tudom, hogy megmondja, hogy honnan van, de valószínűleg benne van minden, és így vitt, és egy százalékot kiír a végén, mint hogy 20 százalék benne, akkor az kupa. Vagyis át kell dolgozni. Ja. Zoli, köszi, hogy elmondtad. Nincs mit. Köszi, ciao, hello, hello. Júli, neked írtak, vagy te írtál? Nem. Látom, nem. Hogy itt állsz. Hello. Én írtam, de nem én másnak írtam. Szakdoga díler vagy, nem, mi? Én megírtam a saját dolgozatomat, de neki így egyszer utána néztem, és van olyan, aki két nap alatt megír egy szakdolgozatot. Tehát az ár az attól függ, hogy mikor jelentkezel. Egyébként én nem tudom, hogy ki az a hülye, aki két nap alatt adás előtt kap észbe, hogy hoppá, le kell adnom valamit. Megcsúszott, hát az úgy. És az ár az leginkább attól függ, hogy mennyi időd van elkészíteni a dolgozatot, illetve hogy mi a témakör. Mert hogyha egy nagyon általános témakörben kell dolgoznod, tehát mondjuk reklám és marketing, akkor már ilyen pitiáner összegekért is megírják az alapot, tehát 30 oldalt ilyen 100-120 ezer forintért. Na most, hogyha belegondolsz, hogy neked mondjuk munkaidőben mennyi esik ki azzal, hogy ott ülsz, könyvtárba mész, utána jársz, és a többi, osztasz, szorzol, megéri-e. Viszont egy ilyen kétnapos határidővel azért bármennyit elkérhetnek. És hogyha a téma bonyolult, akkor is szintén megnyomja a ceruzát. És ami az izé, nekem is le kellett adnom CD-n a szakdolgozatomat, be kell adni most már. Tehát most már nem úgy van, hogy beadod a papírt, aztán hát ez ismerős, mert annyi dolgozat van, hogy most már nem tudja, hogy hol látta, hogy olvasta könyvbe korábban, vagy szakdolgozatban látta, úgyhogy megfogja, bearakja a CD-t, megnézi, és hogyha a hasonlóságot mutat, akkor dobják tiszta rögtön. Ennyire profi. Nem? Nehéz ma. Egyébként azt nem értem, hogyha fogod tehát egy kis időt szánsz rá, és mondjuk szinonimákkal kihelyettesítgeted a izéket. Tehát, hogy egyébként ezt annyira nem egy nagy truváját. Mert itt a hasonlóság az, hogy gyakorlatilag teljes mondatok azonosak. Így van, szóra stimmelnek. De hát azért már ahhoz nagyon igénytelenek kell lenni. Nem. Azt már nem lehet. De gondolom, itt arról is van szó, hogy megírnak helyetted, bemennek helyetted, tehát hogy Kínában ezt is csinálják. Hát bemennek helyetted, az állítólag Magyarországon úgy működik, hogy hát azt tudom, hogy működik. Igen? Hát, egy darabig éltem. Igen, nem én mentem be, igen, de volt ilyen. Hát igen, az egyetem, akik végeztek, azért azok tudják, hogy ott előszeretettel mennek be mások helyett, tehát ott ülsz kint a büfében, és az embered már bennírja. Ez egy nagyon jó dolog. Megnyugtató. Azt nem csináltam. Most mondta nekem Balázs egyébként, hogy hát elég sokat kellett nyüstölni az öcsét azért, hogy kiejtesse magát az X-faktorba, hogy meglegyen a második diplomája. Érted, ő sokat dolgozik, mostanában nem tudja megszerezni, viszont az öccse meg kiesett az X-faktorban. Jó, de hát ahol az van, hogy diktálj be a személyigazolvány számodat, és úgy beülhetsz valaki helyett, hát azért ott találtunk embert, aki jó volt abból a tantárból, és meg tudott jegyezni 6 darab számot, meg 2 darab betűt, tehát hogy mi kiindultunk a büfében, ilyen azért volt. Ahol tehát fényképes igazolványt kell felmutatni, arra is vannak egyébként ilyen megfelelő módszerek, tehát hogy van, azt is így nézni, hogy rábök, és akkor, hogyha szőke ennyi, úgyhogy igazából nem csoda, hogy túl kvalifikált vagy. Régen tudjátok, milyen volt a személyigazolvány? Fogtad a személy még a kinyitós, emlékeztek arra, nem kell volt? Persze, a kemény fedeles volt. Régen? Hát igen, de volt még a puha. Aztán is. Puha. A puha az annyi volt, hogy benn volt egy fotó, és benn volt egy ez a nem tudom, ez átlátszó. Ez egy levonó. Hajszárítóval a másik oldalát a lapnak elkezdted melegíteni, ebben a pillanatban ez a levonó ez így lejött, mint egy ilyen papír, de csak így szépen lehúztad. Tehát fogtad a fotót, kicserélted, nem, nyugi, nem én. Nem akarok ezekről. Fogtad tudni. A fotót, kicserélted, és annyi volt a fotó, hogy volt egy rendőrségi pecsét rajta. És a pecséted, a körződet egy pici kék tintával behúztad a fotónak a szélét, pont ott, ahol egyébként ugye a kör beleért a fotóba. Kék tintával kicsit elfolyattad rajta, hogy tűnjön réginek, és úgy, ahogy van szépen visszamelegítve, rátetted a személyigazolványra azt az átlátszó ilyen kis lapocskát. Semmi más nem volt. Mert azt hitték, hogy ha rajta van a pecsét a személyigazolványom, mint a magyar rendőrség, mit tudom én, mi volt rajta. És rajta van ez az átlátszó fólia. És az átlátszó fólia, ez megvéd. Hát nem. Kutya fáját, hát mik voltak. Milyen akik? Barátaid vannak, akik ezt elmesélték. Oh, igen. Már minden kapcsolatot megszakított. Amikor ez kiderül.
Igen, hány körzőt elhasználtunk? Hogy fogyott a tinta? Jó, hát az egyetemen valamiből ki kellett egészíteni az embernek akkor még nem létező fizetését, hogy ki milyen vizsgára, hogy menjen be. Jó idők voltak azok. Na jó, nagyon sok SMS jött, úgyhogy ezzel is foglalkozunk még. 8:30 pontosan, 2 perccel 3-as ugrásra is lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:90 pontosan, jó reggelt kívánom mindenkinek, nagyon drága vagytok, köszönöm szépen a névnapi köszöntéseket. Nem ünneplem, de nagyon aranyos mindenki, aki írt, de nagyon sokan írnak. Nem egy fontos nap. Egyikünk se tart névnapot, de rengeteg SMS jön, köszönöm szépen. Most megmondjuk a bombómengyet, vagy nem? Nem, a tojáslikőrre várok most. Azt mondtad, iszol. Iszok hát, de te meg azt mondtad, hogy felállazod előtte, mert látom, hogy nagyon üledékes. Az a baj, a Feri már... az anyám van minden. A Feri már beverte a konyakot, úgyhogy az már nem. Az egészet. És még hozattam egy üveggel. Azt már nem tudom, úgyhogy csak tojáslikörrel tudlak megkínálni. Jó, de hogyha a konyak elfogyott, akkor bontsuk fel a brandit is. Egy jó brandi. De az Éva Vermutat azt a végére hagyjuk? Szerintem igen. Jó. Én a szobahőmérsékleten szeretem inni. Tényleg nagyon sok SMS, úgyhogy köszönjük én szépen. Annyira örülök neki egyébként a múltkor, amikor nem ittuk meg az összes, akkor visszadugóztad. Persze, hát az nem romlik meg. A Bartók Béla úton busz és a villamos között a villi nem jár. Micsoda? Aha. Igen. A busz tovább ment, de a villamos megállt. Ők ketten összecsókolóztak, és a villamos viszont végérvényen sem megállt, úgyhogy nem jár a villamos a Bartók Béla úton. Nagykonyi közelében a 61-es úton teljes útzár van, ez ebben a pillanatban jött, Szeki küldte nekünk, köszönjük szépen. M7-es Nagykanizsa felé lézersó a 145-ös kilométer körnél üzeni Dani, és Fonyód most állnak ki mérni, szintén az M7-esen, ezt pedig Színes küldte nekünk. Az a gond, írja valaki, ugye itt a diplomahamisításokkal foglalkoztunk a hírek előtt, hogy megírtam becsületesen annak idején, dolgoztam bele, most meg valaki átírja és pénzét teszi. Ezek nem olyan nagy koponyák, nem itt kezdődik az ügyesség. Hát nem azt másolják le. Igen, nem nagyon tudják most már, mert nagyon át kell írni, tehát nagyon nagy meló van vele, mert ez a program tényleg kiszűr. Ez kiszűri, egyébként igen. A pecsét helyett jó volt a 100-as hátulja is tintába mártva, ezt egy rendőr mesélte nekem, hogy ez meg a régi személyigazolványnak a hamisítása. Hogy a 100 forintost a tintába mártottad, akkor ugyanúgy fel tudtad rárakni a fotót. De hogy mennyire egyszerű dolog volt azért, ez most már nem ennyire egyszerű, egy személyigazolványt, hogy azt gondolták, hogy az jó, vagy nem gondoltak akkor a hamisításra? Nem? Hát nem. Hogy leolvasztod róla ezt az átlátszó kis fóliát, kiveszed a fényképet, beraksz egy másikat, és egy körzőbe meghúzod a pecsétnek a szélét, és kész, visszarakod. Nem értem. Most már azért egy személyt hamisítani jóval nehezebb, főleg az újakat nyilván. A zsiványok mindig egy lépés előrébb járnak. A zsiványok, igaza van. A zsiványok, jó. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Aha. Jó reggelt, sziasztok! Hello, Krisztián, hello! Ja, Balázs, boldog névnapot! Köszönöm, nagyon sokan írnak, tök jó fej vagy, köszönöm szépen. Te miket hamisítottál, vagy mit? Te vettél, vagy adtál? Vettem többnyire, de bejártak mellett, bejöttem figolatra, illetve labdobással oldottuk meg még a DH-s dolgokat. Mivel? Én műszaki főiskolára jártam, a műszaki rajzokat én 2001-ben végeztem, 3-5000 forintért rajzolták meg. Statisztikából eléggé adedávon álltam, főleg a tanára, nem is nagyon jártam be az órára, úgyhogy a vizsgára, illetve a szigorlapra beküldtem egy gyerekkori barátomat, aki nagyjából hasonlított rám. Illetve amit nem értettél, az a labdobás, az pedig ki voltak adva a tételek, azt megírtuk előre, csináltattunk saját kis bélyegzőt rá, hogy rajta legyen a főiskolának a pecsétje, a lapokon, amit te kidolgoztuk a tételeket, és csak ki kellett cserélni. Ja, érted, igen, mert ugye úgy adtak lapot, hogy ne tud kicserélni, igen, ez nálunk is volt az egyetemen, hogy nem volt pecsételve, persze, hogy ne tud kicserélni, igen. Na, hát miért csináltatunk pecsét? Ennyi. Ennyi, igen. Zsivány. De zsivány, nagyon jó. És megúsztad a katonaságot is, azt olvasom? Meg, akkor már dolgoztam, nem nagyon akartam ott hagyni a melómat, mert akkor elég jól kerestem vele, aztán végül sikerült találni egy olyan emberkét, akinek egy gyakorlatilag majdnem egy fél havi fizetésemet odaadtam, és azt azért sikerült megoldani. Mennyibe került akkor? Mondhatjuk? Hát 130 000 forintból megúsztad a katonasságot. Ez 2001. Hamis orvosi papírral? Igen. Aha. És mi volt az orvosi papírban, hogy mi a tünet, vagy mi a kor? Dependens személyiségzavarom volt. Azzal nem szabad bevonulni. Nem, hát az beszélyes. Az nagyon. Hát az egy ilyen személyiségzavar az ember bevonul, akkor ott csúnya dolgok történnek. Így van. Ezért nem engedtek.
Hát, de akkor sokan meg akarták ezt úszni, per mindenki minden meg. Tehát a lakosság kétharmada alkalmatlan volt katonai szolgálatra, legalábbis a hamisított orvosi igazolások szerint, igen. Hasonlóképpen sikerült nekem is egyébként. Igen. Szerintem így elég sokan már ismerőség körbe is volt még, akinek ajánlottam ezt az úriembert. Igen? Igen. Gondolod-e, milyen jól keresett vele? Képzeld, hogy 130-ért kiadtál egy ilyen papírt, nem? Igen. És mentek hozzád. Volt olyan, hogy egy sorozás, egy három ismerősömet is behívtam. És mindenkinek ez a személyiségzavra volt le, vagy legalább mindenkinek más? De, mindenkinek más volt a problémája. Nem értettem. Volt, aki hiányzott a fél lába, volt, aki drogos volt, volt, aki... Na most a hiányzott a fél lábát, azt így azért nehéz. De azt élek. Jó, most ez csak egy kis túlzás volt, de ja, a ilyen közé már, hogy mit tudom, én nem hallott a férdemekkel a lőveni, és akkor emiatt nem tudott. Bement a három krépli. Érdekes dolgok voltak. Mikor aztán nagyon szemtelen hátra kötöd a lábad, és felveszel egy ilyen bővebb nadrágot, és egy műtétről ott van a hamis papírod, hogy igen, mint hogy vérfertőzés miatt amputálni kellett a jobb lábad, és ott állsz egy mankorra támaszkodva, nagyon boci szemekkel, és nézel előre. És nem néz fel a katonára, vagy spannasz. Szerinted. Doktor úr, nem látja? Nem látja, mi a panasz? Na jó, maradj itt játszani, ha már itt vagy, jó? És... jó, köszönöm. Ilyen sokat hamisítottál, hát igazán jó ember vagy. Köszönöm szépen. Játsszunk akkor egyet, jó? Figyelj! Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na, milyenek a kérdések, Jani? Jó, könnyen értelmezhetőek, és a válasz tudatában megfejthetőek. Ja, úgy könnyű. Aha. Na nézzük, jó? Oké. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Hogy nevezik idegen szóval a nagyzási hóbortot? Megalománia? Ugyan. Menjünk tovább? Lehet, mehetünk végig. Így szól a második kérdés dedikált Egér alátét. Milyen nemzetiségű volt második János Pál pápa? Eredetileg lengyel. Így van. Karol Vojtila. Karol Vojtila. Eredetileg lengyel, mintha hamisították volna őt. Aztán valahogy aztán, igen. Aztán a szárnyaid alá került. Igen. És kapott egy új személyt. Na nézzük, megye. A harmadik kérdés a válasz. Menjünk? Mehetünk. Így szól a harmadik kérdés, dedikált Bögrért. Melyik hazai város helyi fizetőeszköze a kék fran? Na hát ez... kék fran? Igen. Mm-hmm. Igen. Nagyon érdekes dolog. Fogalmam sincs. Hát gondolkozz egy kicsit máson. Nem? Semmi? Jani, te iszol, te rendes, amikor írod a kérdéseket. Sopron. Hát a Sopron... Ú, tényleg, soproni kék frankos. Hát ezért mondtam, hogy iszol rendesen. Látod? Acsudi mudiba. De bumai még bumatok? Persze. Ja, igen. Hát persze, olyan régen adott a szoftver, hát ha most. Jó, nézzük meg. Oké. Okay. Mehetünk? Mehetünk. Indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Boom! Nem ad szemét ez a szoftver, hónapok óta nem adott, de most se. Nem. Most se adott. Nem adott. Nem. Nem. Villog valakinél? Jani? Nem, sajnos, pedig ez legális szoftver, érted? De az a baj, a zsivány. Tényleg az a baj, hogy túl legális. Igen. Köszi a játékot. Én köszönöm. Szép napot nektek. Hello, Krisztián. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Csak a puha selejtes emberek nem voltak katonák. Üdv, Sasi. Ha? Szívemből beszéltél, Sas. Az összes jelzőt hát magamra vállalom. Egyéni. Semmi értelme nem volt, úgyhogy tök jó, hogy nem voltam katona. 6 perc, pontosan 9 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 9 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Na kocintunk? Figyelj, nagyon király a tojáslikőr, megkóstoltam. Na, de lenyaltál. Egy stam belehát, és a tojáslikőr is megkóstoltam. Mind a kettőnek nagyon örült Balázs. Mondtam, hogy jó. Gyerekek, ha valaki névnapos, akkor illik ajándékot hoz. Nem. Nem? Hát én tökéletesen igazad van. Az emberek ilyenkor nem kell elszamorodni, ott vannak a likőrök. Elszamorodnia? Ennyi, hát most ez van, most egyszer ünnepelj, hogy nem szoktuk, hát most egyszer kocintotok, érted? Figyelj.
Ezzel nincs semmi baj szerintem. Meg nagyon sok hallgató ír, hogy boldog névnapot kívánok. Köszönöm szépen, nagyon aranyosak vagytok. Jó lesz. Nem szoktuk ünnepelni, meg nem szoktam, de ha ennyien írnak, akkor az mindenképpen jól esik. Köszönöm szépen. Pusztabb Molostor és Jászberény között nem működik a vasúti lámpa. Csöpi a HRM vezér küldte ezt nekünk. M3-as KL Miskolc felé Trafipax gépgyilkos üzeni, valamint M7-es 142-es kilométerénél szintén készülnek fotózni. A Váci út az Árpád híd felé meghalt, Levi küldte, és a Bartók Béla úton busz és villamos ütközött, a villamos nem jár, tehát akik a villamos megállóban áldogálnak és várnak, ne tegyék, mert nem jár. Most ott a villamos megpróbálják azt ott megcsinálni. Most jött ebben a pillanatban még egy, ahogy frissítettem, az M3-as végénél van egy trafi, a leges legvégénél, ez Csiga üzente nekünk. De melyik végénél, ugye? Hát? Őr felé. Csiga elküldte. Köszönjük szépen. Na, egy nagyon érdekes cikk járta be a napokban az internetet, méghozzá az, hogy megtalálták a világ legmérgezőbb anyagát. És hát egy nagyon érdekes a dolog, mert hogy egy beteg kisfiú székletéből nyerték ki, rengeteg kérdést vett fel a dolog, de ez megvan, és 0,002 mikrogram is halálos lehet. Kiírthatja az egész emberiséget, ehhez nem kell több, mint egy kiló. Tehát ebből az anyagból egy kilót elő tudnak állítani, az egész emberiséget kiírthatja. Kiírthatná, így van. Egy beteg kisfiúnak a székletéből állították ezt elő. De akkor hogy nem ölte meg a kisfiú? Úristen, mert megvédte a körülötte lévő kaki. Tehát, ha bekened magad kakival, akkor... Le! Nem fog. De és az ő szervezete állította ezt elő, vagy belekerült valahonnan? Mert hát akkor nem... Nem. Egy bakteriális DNS elemzést végeztek a gyereken, fiú? És kiderült, hogy az eddig ismert... nem tudom milyen szernek, egy eltérő ágáról van szó. Most azonosították és megállapították, hogy a lehető legdurvább anyagról van szó. Clostridium botulinum, ez a neve. Aha, borzalmasan hangzik. Borzalmasan hangzik egyébként. És eddig 0,75 mikrogram volt a halálos adag. Ebből egy kiló is elég a teljes emberiség kiírtásához. Hol tárolják? Hát kik tárolják? Az... Mit csinálnak vele? Hát, lőjék ki fel tud a erről? Holdra. Tessék? Lőjék fel a holdra, ne legyen itt. Meg lehet semmisíteni egy ilyet? Nem minden, egy érdekes, hogy nem minden ilyen anyagot lehet megsemmisíteni. Ja, akkor mindig azt szokták csinálni. Én tudom. Sejtem. Tehát, hogy van valahol egy ilyen laboratórium, és akkor ott őrzik az összes ilyen vírust, meg baktériumot, mindenféle ilyen mérgező anyagot. Igen. Pont azért, hogy... ha esetleg szükség van rá, akkor kitenyészenek valamilyen ellenszert vele kapcsolatban. Itt azt írják, hogy a kutatók, ellene. Az amerikai hadsereg és a Nemzetbiztonsági Minisztérium, valamint a járványügyi és más kormányzati egészségügyi szervekkel egyeztetve úgy döntöttek, hogy pillanatnyilag az a leghelyesebb, ha titokban tartják a szuperméreg előállításához szükséges lépéseket. Tehát ők már tudják, hogy ezt hogy lehet létrehozni. Meg lehet csinálni. Elrakták valahova, amit most... nem mondanak meg. Tehát már egy rakás ember tudja, hogy ezt hogy lehet előállítani, csak nem akarják a nyilvánosság elé tárni. És van ellenszerük is, vajon a játszadozó fiúknak? Hát ez egy jó kérdés. Mert ugye tudjuk, mióta a világ pénzért minden megvehető, tehát biztos vagyok benne, hogy valaki ebből a csapatból egy komolyabb készpénz összegére el tudja árulni az előállítást, vagy például az a biztonsági őr, aki békésen szunyókál a nem tudom milyen raktár előtt, és őrzi ezt az anyagot, biztos vagyok benne, hogy kis lóvér az is kiadja, nem? Igen. Ennek a méregnek egyelőre nincs ellenszere. A hivatal nem tette közzé a méreg DNS szekvenciáját a nyilvános adatbázisokban. Milyen jó, egyébként ezt nem. Tőle. És ez az első olyan eset, hogy ezt biztonsági okok miatt nem teszik meg. Tehát valami nagyon-nagyon durva dolgot találtak. Elrakták most egyelőre, nem mondják meg, hogy hova. És nyilatkozik itt valaki a Stanford Egyetemről, aki azt mondja, hogy hát igen, ez volt a helyes lépés, hogy a méreg adatainak közlését ne tegyék föl az internetre, mert komoly veszélyt jelentene a társadalomra. Na várja, mert akkor az azt jelenti, hogy eddig viszont föltették az összeset. Tehát az előzőt is, ezt a 0,75-eset, amit mondtál, azt is, hogyha így értesz hozzá, akkor le tud vadászni a netről.
amiből egy kiló kell az emberiség teljes kiirtására. Igen, csak ugye azért, azt mondják, hogy azért teszik föl, mert hogy a világ bármelyik laborja bekapcsolódhat az ellenszer kutatásába. Aha. Tehát, hogy ezt mindig ilyen orvosi célokból teszik föl, hogy itt van ez, nincs ellenszere, találjátok meg, és akkor dolgozzátok ki. A kisfiú székletéből előállították ugye ezt a DNS-t, és kiderült, hogy az eddigi legkeményebb méregről van szó. És ott minden nap új fajansz kellett, vagy? Hát, nem biztos, hogy átégeti, vagy ilyesmi, de hogy egyébként lehet, hogy magát a kisfiúját kezd el majd indulni egy harc, mint Edward Snowdenért, nem? Aha. A különböző országok, akiknek szükség lehet erre a méregre, mert hogy... Hát gondolj, nem, ha ilyet kakil, akkor mit teszik, ugye? Tehát ott az a durva. És hogy jött ide a kriptonitról? Ugye? Bizony. Hát, gondolj, de ha ez jön ki a végére, mit tehet a gyerek? Hm. Azért egy nem finom, sima borsófőzelékkel turbosít a gyerek itt szerda délelőtt. Hát, gondold el, hogy ha már ez a végtermék. És nem? Ha felgöngyölítjük a szálakat, akkor szerintem eljuthatunk egészen a nagymamáig, aki főz rá. Igen. Na mindegy, azt nem írja, hogy most ez a kisfiú mi a helyzet, vagy hogy milyen betegsége van. De az a lényeg, hogy mint egy botox röviden hívjuk mondjuk így. Tehát van egy csomó ember most a világon, aki tudja, hogy ezt hol őrzik, és tudja, hogy ennek mi a DNS lánca, hogy állítható elő, nincs ellenszer, és mint egy vagy két kiló az egész emberiséget kiírtja. Hát azért ez megdöbbentő, igen, nem? Igen, de viszonylag nehéz egyszer eljutatni az egész emberiséghez. Tehát, hogy legfeljebb a következő névnapodon egyszer iszik mindenki proszit. Érted? Én nem vagyok ezzel, hiszen ez hogy terjed, hogy levegőben, nem. Vagy ez... elengedik, hogy kinyitak egy üveget, és azt mondtad, hogy száj, és az... De azt mondtad, hogy ez vírus, ugye? A vírus az fertőz. Jó. Ugye? Egy toxin. Nem, ez egy mérgező anyag, ez nem egy vírus. Aha. Tehát, hogy itt nyilván ők eljátszadoztak a számokkal, kiszámították, hogy egy ember megöléséhez. Ez egy baktérium. Mekkora mennyiség kellene? Ez egy baktérium. Na. Igen? Igen. Egy baktérium. Na. Igen. Az meg a baci, amikor... Hát az meg te. Meg is azon, de hogy az ugye nektek terjengős. Tehát hát, a bacillusok a tüsszentéssel. Na akkor már nem vagyok annyira vidám. Látod, ennyi. Tehát elég csak egy mondjuk valamiféle szállítmányon belekeverni, és onnantól kezdve láncreakcióként végigmegy az emberiségem. Izgalmas, hogy vannak ilyen helyek, ahol ilyen dolgokat őriznek, ami egyszer csak így el tud indulni. Nyilván nem fog, meg nem arról szól, hogy most neki megrémüljön, de maga ezt, hogy egyszer csak ezt így jön egy beteg kisfiú, kakil egyet, és ezt így felfedezik, nem? És azt mondja, hogy találtunk valamit, ebből 2 kiló elég, nem kell több. És 7 milliárd embernek annyi. És akkor ezt egy ilyen szupertitkos föld alatt, ilyen bunkerben őrzik irgalmatlan széfek mögött, vagy pedig egy olyan helyen, ahol nem tűnik fel mondjuk egy kínai büfé konyhájában. Ott nem jó, mert beletesznek mindent, amit találnak. Az baj, igen, ott igen. Ők nem viccelnek, ők mindent beletesznek. Így van, hogy mit én leprapest is, motaba, izé, most ez, így vannak ezek a szerek, ilyen Na most gondold el például, mi történik, ugye, hogy mérgeznek? Tehát, hogy például ott vannak az ivóvízkészletek. Nem? Tehát itt most nem arról van szó, hogy ezt úgy kell gondolni, hogy itt valaki jön majd a hadseregből, és akkor beönti a levegőbe, hogy száj, hanem hogy mondjuk különböző országoknak, az Amerikai Egyesült Államok, ha mondjuk valakit el akarnak távolítani, vagy egy rezsiment hatalmat megdönteni, vagy emberáldozatok, akkor bekeverik az ivóvízkészletbe. Simán kinyíratnak vele egy várost. Hát hogyne? Hát persze. Egy lehelletnyi egy-két kis ilyen kis cseppecskével. Tehát ez a durva, hogy vannak ilyen anyagok. Na, de van, aki segít nekünk, sokkal jobban ért hozzá, mint mi, rendbe teszi a dolgokat. Itt van Zaher Gábor, toxikológus. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk, szia! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Kihangosítón vagyunk? Igen, és éppen az autópályán majd a legközelebbi leállóba megpróbálok megállni, mert itt az út közepén, ha megállnék, az kicsit feltűnő lenne, azt gondolom. Az mindenképp, igen. Rádudálnának. Igen. Abszolút. Jó, ha tudsz, akkor állj meg, kérlek, hogy egy kicsit jobban halljunk, de addig beszéljünk, nyugodtan menjél. Szóval nem annyira gáz a helyzet, azt gondolom, mint amiről itt az ember beszél. Tagadhatatlan, hogy a botulinus toxin az egyik legmérgezőbb anyag, amelyik ugye ennek a baktérium által termelt méreganyag, ami tulajdonképpen betegséget is okoz. Ez a botulizmus néven, de 3-4 botulizmusi beteget kezelünk az osztályunkból, ugye ez a klasszikus kolbász mérgezés, hiszen a botulus az kolbász jelent, ugye hurkát jelent, ebből származik ennek is tulajdonképpen az elnevezése. Ami viszont tök érdekes, biztos sokan látnak, ugye Brad Pittnek ezt a zombis filmjét, ugye, ahol szintén egy ilyen laborban ad be magának valamilyen cuccot. Hát ilyen laborokba őszik ezeket a nagyon-nagyon-nagyon veszélyes gyilkosokat, mint amúgy ott is látszik, az talán valahol Velszben volt, ahova őt igen. Leszállt ugye a repülőgépével, és aztán megbetegítette saját magát.
Na most megmondom őszintén, hogy ugye ez a baktérium ez velünk él, ez egy ilyen oxigén hiányos környezetet szeret, és benne él bármelyikünkre, úgyhogy bennetek is, meg bennem is ez van. A probléma ott kezdődik, amikor ugye ez a toxin ez elkezd termelődni, és ez az idegrendszerre hat. És például mondjuk a hagyományos botulizm toxinban 2 grammot mondjuk a főváros ivóvíz hálózatába bele tudnának keverni, és ezt ott homogenizálnák, és mondjuk mindenki egy liter vizet meginnak, akkor a főváros 50%-a botulizmusban meghalna. Most azt hiszem, nem igaz igazándiból, hogy nincsen ellenszere. Létezik antidótum, létezik olyan speciális savó, amelyik tulajdonképpen, hát ha kellő időben használják, akkor bizony tud segíteni ezen a problémán. Hát ezzel egyetlen egy gondol, hogy ez nagyon limitáltan elérhető, ez Európában egyedül egy méregközpontban, a Frankfurtban elérhető, és bizony aranyáron mérik, szóval amikor mi rendelünk ilyen antidótumot, akkor ez általában a gazdasági igazgatót mondjuk hát ilyen halálközére állapotban tudja tulajdonképpen hozni, mert itt azért úgy számoljatok, hogy ebből mondjuk az a mennyiség, ez kb. 750 ml, amit a betegnek ilyenkor be kell adni, az mondjuk egy autóára. Már pedig nem egy apró kategóriás autóára, szóval létezik antidótum, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy sok ilyen ország rendelkezik ilyenfajta toxinnal, már magával a toxin, és annak idején ugye volt ilyen háború, itt nem is olyan régen, amikor ugye behatoltak ott a szövetséges haderők, akkor legalább 10.000 liter ilyen botulin toxin találtak, és volt, ami már lövedékbe is be volt töltve. Most magának a toxinnak az a specialitás is eddig nem volt megoldható, hogy tulajdonképpen ezt hogyan lehet mondjuk egy lövedékbe a légkörbe szétlőni, hogy a tüdőn keresztül tudjon bejutni, és ezáltal legyen bele tömegpusztító fegyver. Ez még nem megoldott, de hát gondolom a tudósok azok dolgoznak a problémán, hogy ezt is ugye hát végül is le tudják győzni. És azt gondolom, hogy pont ugye a csúcsragadozói a toxikológiának azok a bakteriális toxinok. Szóval megnézzük mondjuk a hagyományos kálium-cianidot, és mondjuk a botulinum toxint, akkor a kettő között mérgezés szempontjából 8/10 egy különbség van, és az borzasztó sok. Úgyhogy nagyon-nagyon kis mennyiségből képes arra, hogy nagyon súlyos betegséget okozon, és ez bénulásos tüneteket okoz alapvetően. De egyébként miért kell nyilvánosságra hozni? Tehát, hogy ezt megtalálták, hát, elzárják? Nem tudom. Most ettől a pillanattól kezdve ez nem titok, de valószínűleg a háttérben némilyen politikai manipuláció is benne lehet ebbe az egészbe, hogy gyakorlatilag ugye nekünk már van ilyen, tessékszeszteni tőlünk félni, szóval valószínűleg a háttérben valamilyen történet is esetenként meghúzódhat. Nézd, a politikának időnként mondjuk a szakmához túl sok köze nincsen, és hát azért a világ ismer még egy-két ilyen nagyon furcsa esetet, ami ilyen méreganyagokról szólt, amiről azt hittük, hogy nem létezik, aztán kiderült, hogy van. Talán emlékeztek még a Dubrovka színháznak a történetére, amikor ugye csecsen terroristák elfoglalták ezt a moszkvai színházat, és ugye azzal fenyegetőztek, hogy felrobbantják, tusztárgyalás nem volt sikeres, és aztán jött a tuszmentő akció, bevezettek egy általunk ismeretlen gáz, és kiderült, hogy itt olyan úgynevezett fentanil és halotán kombinációra van szó, hogy a halotán ez egy altatógáz, ez egy jól ismert, a fentanil az egy szintetikus morfin származék, ami sokféle kiszerelésben létezik, tabletta, injekció, tapaszt, de gázformájában nem, úgyhogy ezt az oroszok meg tudták csinálni, és gyakorlatilag ez úgy öl, hogy tulajdonképpen az ember ül, a tüldögél, aztán egyszer csak leáll a légzése és meghal, és annyi ideje sem volt rá, hogy tulajdonképpen még a detonátort megnyomja, és hát 33 terrorista és 129 tusz meghalt, és mindegy apró elszóláson múlt az egész, mert a moszkvai mentőszolgálatnak a szóvivője azt mondta, hogy nem volt elég antidótum, ez a naloxon nevű anyag, amit ezeknél a mérgezéseknél adunk, úgyhogy igazándiból néha véletleneken sok minden múlik, de szerintem itt egy szándékos kiszivárogtatásról lehet szó. És szerinted sok ilyen hasonló szer van, aminek egyébként nincs ellenszer és valahol őrzik? Tehát ezeket a toxin fegyvereket, ezeket így elő-elő állítgatják ilyen titkos laboratóriumokban, aztán valahogy elzárják, hogy majd egyszer jó lesz? Hát nézd, alapvetően hogy a vírusoknál ugye azok a biológiai hadviselésnek a részei, azt gondoljátok az ebolára például, hát annak sincsen hathatós ellenszere, szóval nem lehet gyakorlatilag, nincs olyan csodaszer, amit ugye beazva, hogy az ebolás beteg hát meggyógyul, és hát ezeket nagyon szigorú biztonsági körülmények között őrzik ezekbe a laborokba, és ugye hát itt a különböző kutatóknak is különböző jogosultságaik vannak, hogy ki milyen helyre mehet be. Nem beszélve arról, hogy ezekben a laborokban nagyon speciális védőfelszerelésbe, légzőrendszerbe lehet csak
tudjuk ugye ezeket a kísérleteket végezni. Például a botulizmussal történt egy-két ilyen labor baleset, ahol mondjuk bizony-bizony kutatók is ebben a történetben akár bele is haltak. És ezeket hogy gyártják? Tehát ha, vagy hogy állítják elő? Tehát ha ilyen kis mennyiség halálos, akkor bemegy egy ember egy kesztyűbe, egy maszkba, ott úgy tesz-vesz ezekkel, és azt mondja, hogy nézd, megvan, megtaláltuk, ó, tedd el valahova, bezárja és kész, vagy ezeket így hogy állítják elő? Majd hogy nem így, persze azok a ruhák, amit ilyenkor alkalmaznak és használnak, meg az intézkedések azért ennél sokkal-sokkal-sokkal szigorúbbak. De igazándiból ma már, ha megoldották ugye ennek a DNS szerkezetét, akkor szinte újra lehet ezeket gyártani. Tehát ez ma már technikára kivitelezted, és nem arról szól, hogy jó sok bacit összegyűjtök, aztán nosza-nosza tessék nekem toxin termelni. A hagyományos betegséget az tulajdonképpen az így okozza, ugye ez a bizonyos kolbász mérgezés, és hát időnként mondjuk, hogyha magát a klasszikus botoxot is, ugye, amit részben gyógyászati, részben kozmetikai célra is használják, azzal is szoktak időnként bibik lenni, amikor mondjuk nem megfelelő helyről származik, mondjuk valami ukrán gyógyszert adnak be, és akkor nekem is volt több olyan betegem, akinek a botoxtól jelentkeztek tünetei, mármint acára annak, hogy mondjuk megszűnt az izzadása, mert arra is használják a nyaki izom merevsége, vagy akár ugye az arca ilyen szép lárva formátumot vett föl, de az általános tünetek is esetenként megjelentek, ami a vénulásra utal. Szóval és van ilyen, főleg, hogyha a labor nem megfelelőképpen állítja ezeket elő. Pont ezt akarom kérdezni, hogy ilyen toxinfegyver előállításán mondjuk az emberi tényező az nem lehet benne? Csak kérdezem, hogy ott elejti, ráesik, nincs olyan levegőztetőre, egyszer csak ez kikerül, hát azért ezek benne vannak, igen, mind, nem? Igen, de én azt gondolom, egy gyorság sem meri azt megkockáztatni, mondjuk olyan laborokat használjanak, mint mit tudom én, semmi, hát egy szoba, és akkor benne idézőben 3 kémcső, 2 frigider. Szóval ezeket tényleg nagyon komolyan kell ezeket a szereket kezelni, és hát ha belegondolsz, akár mondjuk India, Pakisztán, Kína, akár Észak-Korea is rendelkezett ilyen fegyverek, és gondoljatok bele, ugye, hát a nemrégiben ugye elég meg kort felület, ugye a szíriai szarin probléma, ugye, ami szintén ugye egy harci gáz, amelyeket hát már elég régóta ismernek, de hát ugye a szarin mellett még jó pár ilyen anyag van, ugye a Tabun, a VX, szóval sok-sok ilyen szer van, és hát ugye ennek az idézőjelbetett kultúrtörténete azért a világban ezeknek a kémiai és biológiai hadviseléseknek már nagyon-nagyon régi. Az egyik legérdekesebb ilyen történet az mondjuk Szólón hadvezérnek a sztoria, aki Círhaváros akarta megostromolni, ugye szép nyári napokon ugye ott állt egymással szembe a két hadsereg, és a fekete hunyornak a főzetét, az belevezette Círhavárosnak az ivóvíz rendszerébe, hát ez régi görög időben volt, és hát ez hasonlóhatás. Most képzeljétek el, hogy ott álltok baromi meleg, talpig ugye hát fölszerelkezve mindenféle fegyverekkel, sisakkal, stb. Sem borzasztó meleg volt, hát szomjasok voltak, itták a vizet, hát egy idő után ugye hát jött a hasgörcs, és jött ugye hát a hasmenés, hát egy ideig gondolom szaladtak a védők a budira, aztán gyakorlatilag semmi, és végül is egy csepp vér nélkül foglalták el, hogy a Várcírhát Szólón katonái, világos, jó sok kiló szar kifolyt az emberekből, a két szállap volt a tanul, hogy védekezzenek. Ez olyan volt, mint amikor Budára besétáltak a janicsárok, csak ott még ilyen trükköt sem kellett bevetni. Az emberi elemény az nagyon érdekes, a spártaiak például ként égettek, hogy a kéndioxid ugye beszálljon ugye a védőkbe, és ezáltal ugye megfolytsa őket, sőt ugye annak idején volt egy Lion Playfair nevű, ugye nem szólt a fair play-vel összetéveszteni, akkor ugye Szevasztopol ostrománál javasolt, hogy cianiddal töltött löveget vessenek be. És még volt jócskán, még Leonardo da Vinci is folytatott ilyen kísérleteket, ha bár mondjuk ezt nem nagyon szokták, hogy is mondjuk csak hirdetni, mert őt ugye nagy humanistaként ábrázolják, de ő is azért kitalált ilyenfajta fegyvereket. A történelmi áttekintés után vajszint, hogy neked a kis hűtőszekrényedben van-e egy kedvenced? Elzárva egy ilyen üvegcsébe. Van-e valami barátod? Van-e egy gyűjtemény? Nálunk nincs. Gyűjteményen sok minden van nálam, ugye a kis hűtőszekrényben, meg a szobában, de ilyenfajta nincsen. Azt kell, hogy mondjam, hiszen mondjuk magákból a betegekből, akikkel mi találkozunk, ugye ott igazándiból magát a toxint így kimutatni, csak nagyon-nagyon-nagyon, és ha nagyon sokáig kéne mondani, minimális mennyiségben lehetne, de Magyarországon egyelőre ilyenfajta labor, amelyik ilyenfajta anyag előállítására lenne képes, józan tudomásunk szerint nincsen. De akkor most nem kell óvatosan áldogálnia, vagy mindenkinek meg sokáig válogatni a Laci konyhákon, ugye? Tehát, hogy most nem kell a megszokottnál több ecetes almapaprikát meg kenyeret kérni a kolbászhoz, mert hogy esetleg a botulizmus ott leselkedik valamelyik. Nézd,
Figyelj, a pakliban elméletek benne van, szóval azok a betegek, akik hozzánk kerültek, nem azért lettek botulizmusok, mert öngyilkosok akartak lenni, hanem azért, mert volt egy disznóvágás, nem megfelelő volt a higiénés körülmények, és itt. És ugye időnként, amikor lehet látni ugye a világító dobozban ilyen jó kis helyeket, olyan illegális vágóhidak vannak, szóval, hogy ahhoz képest ugye, mit tudom én, hát a higiénés körülmények azok borzasztóak, hogy ezeket időnként megcsinálják, és nagyon-nagyon fontos ezért az élelmiszerbiztonság. És itt Magyarországon az élelmiszerbiztonsági lánc az egész jó, de hát otthon, hogyha valaki mondjuk mindezt a sufniban csinálja, mondjuk a levágott malacból csinál valamilyen fajta élelmiszert, akkor a pakliban be benne lehet, főleg, hogyha mondjuk a son ezt nem megfelelően füstölik, és mondjuk rövid ideig tartják csak a füstbe, és akkor általában a csont mellett szeretnek ezek a bacik tulajdonképpen megtelepedni, és ha bejut, akkor elkezdi termelni ugye a toxik, és ugye hát akár az étel elfogyasztását követően 2-3 héttel kezdenek a tünetek jelentkezni, amikor már volt az a nehéz ugye visszagondolni, hogy mit ettem 2 hete. Aha, de ha jól át van sütve, akkor az nem megoldás erre? Ez mondjuk a füstölkárúnál, tehát a füstölsonk a csontja mellett van, azt meg ugye nem sütve. Kolbászt, hurkát is mondanak egyébként. Igen, a kolbásznál is ez mindez előfordulat, és a hőkezelés az nem mindig szokott általában ez ügyben sikeres lenni. Szóval azért nagyon oda kell figyelni, hogy honnan és mit veszünk, és főként az ember ilyen utcai helyről vásárol mondjuk ilyen kolbit, meg sonest, abban benne lehet, sőt ugye akár itt a lejárt konzervekkel kapcsolatban is lehetnek problémák, sőt volt olyan, hogy mézet szennyezett maga a botulinum toxin. Volt a világnak olyan része, bizony-bizony, és ez azért nem Európa, hanem nagyon-nagyon fejletlen országokról, például csecsemőtápszerbe került ez bele, és azért közben. Jó, akkor nálunk a legveszélyeztetettebb a Feri, mert ő mindenkivel eszik mindig egy jó kolbászt. Bizonyám, de látod, én tudom, hogy hol kell vásárolni, ez igen. A nagy különbség. Ez gyerekek, ez plusz, nagyon fontos. Így van, plusz egy munkavédelmi pár, ezt lenyomsz, és akkor... Bizony, vége? Butulnak? Botulizmus. Butul a botulizmus, igen? Én meg ugye még mindig csecsemőtápszeren élek, tehát hogy azért... Óvatosan. Szóval Janinak abban igaza volt, hogy a gonoszság az időnként előtte jár az embereknek, szóval ez tagadhatatlan, mert azért ilyen szereket előállítanak is. Vagy miért, ha másért nem, mint erődemonstráció céljából. Figyelj, általában megszoktál minket nyugtatni, és mindig örülünk neki a fel, most ez nem annyira sikerült. Én azt gondolom, hogy alapvetően pánika semmi ok nincsen. Igen, lesz minden évben 2-3-4 botulizmusos beteg, de ezeket meg tudja gyógyítani. Viszont a történelem leckéért örökké hálásak leszünk. Én szinte látom magam előtt, ahogy megbomlik a rettenthetetlen makedón falanx. És mindenki összefosol. Szaladnak a fajaszra, mert még fajasz nem volt. Illetve nálunk bárkinek hasmenés lesz a családban, hétvégén azonnal téged hívlak a privát számára. Okay. Köszi, Gábor, ciao, okay. Vigyázz magadra. Hello, Zaher Gábornak köszönjük szépen. Akkor együnk kevesebb kolbászt. De hogy együnk-e, mondom, jó helyről kell vásárolni. Kész, ennyi, megbízható hely. Megkockáztas. Légy meg a... Igen. Ott van, most mondta, hogy ott is van veszély. Na, egy kis mézbe. Na. Hát érdekes volt. 9:30 múlt pontosan 5 perc, mindjárt jövünk vissza. 9:45 lesz pontosan 4 perc múlva. Biztos azt írják, hogy Chuck Norris gyereke kakilta a vírust. Erik volt egyébként konkrétan, aki írta ezt, igen. Csak azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye a doktor úrnak a chemtrailről, kérdezi valaki. SMS volt, ne nyugi, nem én voltam. Csak mondom, hogy azért kérdezték SMS-be. Aha, jó, hát. De direkt nem tettem fel, amíg itt volt. A 37-es főúton a Sárospatak felől érkezőket mérik a bodrogolaszi leágazásnál. Ezt Béla küldte nekünk még, köszönjük szépen. És Pápa Kovácsi mérik a kúp felől érkezőket, ezt Ramasz üzeni. Csabi, hello, jó reggelt, szevasztok, hello. Hogy vagytok ma reggel? Király! Jobban! Hello! Jól! Te? Én is, én kifejezetten jól vagyok. Képzeljétek el, nem is tudom, mikor fordult elő ilyen utoljára, talán a suliban, hogy elaludtam. Tehát, hogy beállítottam reggel 6-ra az órát, mint szoktam, hogy majd felkelek, ott előkészítem a családnak a reggelit, nem tudom, és 7 órakor keltem fel. Azt a kutyafáját! Hogy te Csabi, te neked miért kell mindig ilyen veszélyesen élned? De egy tényleg, órával tovább aludtam, mint szoktam. Atya úristen, mik vannak. Hát ez jó. És akkor most éhesen mentem a gyerekek iskolába. Nem, hát az ne vicce. Ez hátborzongató, hogy mik történnek ott nálad. Csak gyorsabban készítettem a kávét, mint szoktam ennyi. Ez kiderült, hogy így is lehet. Minek kellek el 6 kell, ugye? Hát a 7-kor is lehet. Leteszem a hajam, gyerekek. De hát én kérek elnézést, hogy ilyen témákkal foglalkozom. Kemény, tényleg kemény. Miközben vannak kevésbé fontosak is, mint az a méreg.
Ugye? Na, az kemény, nem? Hát, de most komolyan. Na, olyan nem volt már, hogy itt rántottát akartát csinálni, és megcsúszott a kezedben a tojás, és majdnem leesett a kőre. De, na, most kaptad. Mert nyilván fikció. Nagyon rátapintottál a lényegre. De hogy sem. Annyira féltem ettől a majdnemtől, hogy neki se álltam ennek a rántottának. Igaz? Igen, előre láttam a jövőt. Vissza, benéztél, megláttad a tojástartót, és visszacsuktad inkább a hűtőajtót. Nem. Így. Ezt azért már nem. Hát tegnap is mi volt, 7-ig aludtam. Igen, adjuk ma a rántottát másra. Na, hívjuk a naphallgatóját akkor. Jó vagytam. Hihetetlen. A neved veszélyes, nem Csabi? A Beci neved veszélyes. Ne viccel. Danger. Morning, az bizony, jó reggelt, hello. Jaj. Kicsit gerjedünk. Igen, kapcsolt ki, az a legegyszerűbb. Nagyon szuper. Igen, utazol éppen vonaton, buszon? Nem, mert dolgozom. Dolgozol, csak szól a rádió munkahelyen. Na, nem írtad alá. Tamás vagyok. Tamás, te vagy a nap hallgatója, gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Van ajándékunk, szeretnénk téged 10.000 forintos utalvánnyal meglepni egy nagyon klassz kis budai étteremben. Van valaki, akivel mennél? Igen, van párom. Van párod? Na, mikor vitted utoljára egy vacsorázni egy ilyen kis kellemes jó hangot? 3 héttel ezelőtt. Ha igazi héttel ezelőtt. Ember, akkor ismétlés lesz. Egy még jobb helyen. Így van. Egy nagyon klassz kis budai étteremben hívnánk benneteket meg szeretettel. Köszönöm szépen. Jó? Örülsz egy egész kicsit? Tehát úgy örülsz? Vagy? Persze, örülök, igen. Ja. Mária, mondok még egy ajándékot. Jövő hét végére van belépőd a Csabai Kolbász Fesztiválra. Hú, király! Na, látod? Kolbász, minden. Látod? Rögtön, király? Minden van. Érezzétek jól magatokat, köszönjük minket hallani. Ciao. Morningshow.hu az a weblap, jó? Mindenki nézze meg, nyugodtan, egy csomó minden van fönt, és... észrevétel rovatunk is van, ahova be lehet írni, ha esetleg van. Az archívum is ott van. Adok-kapok rovatunkat is átmentettük, vagyis ha valakinek valamire szüksége van, vagy valakit megszállt a jó tündér, és szeretne egy kicsit segíteni, és nem tudja, hogy milyen úton módon tegye az adok-kapokban, nagyon sok segítségkérő levél jön, nem is nagy dolgokkal kapcsolatban igazából. Felajánlani is lehet, és kérni is lehet. Kérni is lehet. Itt nem arról van szó, hogy pénzért eladják az emberek, amiük van, hanem felajánlanak egy csomó mindent, ami már nekik nem kell, illetve teljesítenek olyan kívánságokat, amit tudnak, és amire más embernek szüksége van. Ez egy nagyon jó, meg egy nagyon hasznos rovat, úgyhogy ezt is nézegessétek nyugodtan. De a már jól megszokott régi rovatok mellett rengeteg új rovat is van, mindent, amit lehet, továbbfejlesztünk, és folyamatos fejlesztés alatt áll az oldal, természetesen úgy, hogy közben lehet rajta gyakorlatilag mindent használni, és mindennel foglalkozni. Igen, van egy csomó játék, videós játékok, rengeteg szalszát lehet tanulni, minden nap egy szalsza lépést, és akkor úgy szépen. Tényleg, de tök jó, helyes dolgok vannak rajta, úgyhogy érdemes egy kicsit így böngészgetni, meg megnézni, jó dolgok vannak rajta. Csabi Kámra, meg zenéid vannak ma is? Magas labdát adok, tudom, hogy szeretitek az ilyeneket, és le fogtok csapni rá. Van egy új Avicii slágerem, amelyben a közreműködő énekest úgy hívják, hogy Salem Fakir. Nem csapunk le. Nem csaptok le? Nem, pedig azért sem. Mert jó a dal, azért nem. Lars Salem Al Fakir a neve. Hm. És ő ugyanúgy svéd, mint az Avicii egyébként. Ezt meghallgatjuk a következőreben? Igen. Nagyon jó kis dal. Meghallgatjuk. Csabi jön a kívánságműsorra, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Csalcsalom.